Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Mit szóltok a túllökött kisfiúhoz, az állatkerti gondozóhoz, a fővároshoz, az állatkerthez, a pálmaházhoz, a kacsákhoz, az osztálykiránduláshoz, a 20 centis vízhez, a hangazolihoz, a növénykerthez, a munkatárshoz, mindez így igaz, a rugáshoz és a gyerekhez. Így van. Ebből tegyetek össze a hírt, minden fontos szó benne volt. Ugye, ha valaki nem tudná, érdekes dolog történt az állatkertben. Tóba lökött egy tini fiút, egy állatkerti gondozó a fővárosban, mert hogy egyszerűen nem tetszett neki, hogy a résztvevő fiú jégdarabokat rúgdos a vízbe. Először állítólagosan szólt neki, de a gyerek nem hagyta abba. Ezután oda ment, jó seggen billentette, a gyerek pedig beesett a vízbe. Nem, utána lökte be. Hogy utána... Mert először még nevelő célzattal seggbe rúgta, és seggbe rúgta. Nem, ne, attól lesett nem, be. Nem, még volt rajta egy lökés? Szerint igen, volt egy fenékbarúgás, utána egy lökés. Igen, tehát vagy így, vagy úgy, de a gyerek se beesett a vízbe. És egy komoly felháborodás volt, ki így ki úgy gondolkodik erről az egyébként a baromi bagatell esetről, mert tényleg nagy jelentősége nincs a dolognak. De... Hát de micsoda, mi sem szeretnénk túl komolykodni a dolgot. Hát persze, igen. Tehát, de van a szülő, aki így gondolja, van szülő, aki úgy gondolja, hogy rúgdalja egy idegen a te gyerekedet, vagy ne rúgdalja egy idegen a te gyerekedet, ne menjen oda, ne rúgja segbe. Ugye a gyerek beesett a tóba, át kellett öltöztetni, vége volt számára az osztálykirándulásnak, tehát vízes lett, jeges lett, nem tudom, megfázott, mint nemecsek, tüdőgyulladást kapott. De minden esetre, hát igen. Hangazoli, az állatkert szóvője elmondta, hogy... Így van, hogy a pásztorék nem voltak benne a sztorin. Golyókat elvették a gyerektől. És más regjagítte. Szóval elmondta Hangazoli, hogy valójában hibázott a munkatárs közben, és fene se tudja, hogy hibázott-e, ugye? Hát ez megítélés kérdése. Hangazoli megint ugye hozta a tökéletes szóvivő szerepkört, azt mondja, hogy az ő közreműködés, amely a kollégának hibázott, és az ő közreműködésével került a mintegy fél méteres vízbe a tanulmányi kirándulásnál lévő fia. Az ő közreműködésével. Most miért bántja a hangát? Hát ne, csak valóban így van. Az közreműködése. Ne, ezt nem mondhatja, hogy ő... Ezt belökte. Hát, de ezt nem mondhatta. Érted, egy szóvívő mégsem mond ilyet. Figyelj. Egyébként meg abszolút logikus volt a lépés. Ennek a hát a helye a vízbe. Hát pontosan ott a helye, ugyanis szólt neki. Szólt, hogy ne rúgdosd a jeget, ne dobáld a kanárit. Hogy szólt neki, azt tudjuk? Igen. Jó anyádat csinálsz már te, hogy így lehet, az is, akkor lehet, hogy így szólt, szerintem nem így szólt. Nyilván ez a könnyebb út, hogy ezt mondod, érted, hogy egy büdös bunkó volt, ahogy beszélt. Nem, ő rendben. Ezt nem most nem mondta. Nem, ezt te ahogy sugároztad azzal. Nem, én nem. Szerintem szépen elmondta, hogy ne haragudj, kisfiam, ne rúgdost azt a rohadt jeget, mert beleváglak a tóba. Lehet, hogy még ezt is mondta. Miért nem lehet abba hagyni? Egy tinire, egyébként tök mindegy, 2016-ot írnak, vagy 1986-ot, tök mindegy. Egy tinire alapvetően jellemző az, hogy picit így renitens vagy úgy viselkedik, főleg ilyen osztálykirány. Főleg, amikor esetleg kevés tanár van vele, stb. Én azért is szerintem ti is örülnétek neki, hogy a gyerek mondjuk azzal jönne haza az osztálykirándulásról, vagy a tanulmányi kirándulásról, hogy na, milyen volt? Hát kicsit fáztam, de nem rossz. És miért fizes a ruhát? Tehát szerinted ne rúgdalja a gyereket? Hát szerintem ne. Én azt gondolom, hogy ha a gyerek nem veszi a lapot nagyon, akkor oda kell menni a tanárhoz, vagy a kísérőhöz, és azt mondja neki, hogy jó napot kívánok, szólja már, legyen kedves a diáknak, mert hogy az állatkerti gondozó nem azért van ott, hogy a gyereket nevelje, tehát hogy azért a tanár van, meg a kísérő, meg az oktató. Nem, azért a szülő van. A szülő van, főleg tudod, nem hogy azért. Megtanítsa a szülő a gyereket, hogy nem cseszegetjük az állatkerti állatokat. És ha a szülő nincs ott, akkor nem etetjük a krokodil kenyeret. Csak ilyenből kifolyólag már volt halott víziló is. Tudod, hogy majd akkor kicsit dobáljuk. Picit messzire mentünk most. Nem, a befagyott 20 centis tóban jégdobálástól. A megfulladt víziloig. Az idős néni miatt voltak egy 2 kilós Erzsébet kenyeret próbált meg a vízilótól. Egy gumilabdát dobtak, egy teniszlabdát dobtak annak idején, attól halt meg az egyik állatkerti víziló. Érted? Most nyilván ez még nem az, de a következő lépés ez lett volna a kis majd papucs volna az egész világa, hogy ugye Monty Python. Most tételezzük föl, hogy hazajön a gyerek és azt mondja, hogy csúrom víz a ruhám, fáztam, mert odajött az állatkerti gondozó és seggbe rúgott. Gondozó bácsi. Ki mit szól? Te azt, hogy te visszamész az állatkertbe? Hát én azért megkérdezném már, hogy mégiscsak hogy képzelte, bocsánat. Tehát, hogy... Oda mész és megkeresed? Hogy kérdezed meg? Berek ki a bász a levegőbe, és majd valaki válaszol. Hogy kérdezed meg? Hogy az állatkertet a nulla? Mint ahogy egyébként a szülő is tette ebben az esetben, ugye betelefonálta a fővárosi állat és növénykertbe, és megkérdezte, tessék, hogy recepció, gondold, mire jutott az emberi tessék, porta. Mégis hogy képzelik ezt a dolgot? Mégis
mégis hogy képzelik ezt a dolgot, ugye, és akkor hát mondták, hogy egy elnézést kértek a fővárosi állat és növénykert nevében a szülőtől. A történtek miatt is megígérték, ugye, vizsgálatot indítanak, sőt, már akkor talán el is indult ez a vizsgálat. Aztán később az úriember, aki ugye fenékbe billentette a főt és belökte a tóba, felhívta a szülőt, és mondta neki, hogy na majd ebből csak majd tanul az a gyerek. Okos, majd megköszöni neki. Jó, ezt a felhívta, az a, honnan tudta a szülőnek a számát? Beütött hétszámot véletlenül, és pont a szülő pont vette. A szülő vette föl, akinek elmondta, hogy majd na, majd ebből megtanulja a dolgot. Ez már kicsit ilyen urban legend, igen, hogy megkapta a szülőt, számát felhívta, és azt mondta neki, hogy jó napot kívánok, én voltam a kis egberukra, megtanulja majd ez a büdöskő, hogy van, tüdőgyulladásra fekszik, úgy is kellett neki. Jöjjön be, maga is magát is belerúgott. Azért nem hangzik olyan hihetetlenül, hogy felveszik a szülőnek az adatait, és a telefonszámát is felírják valahogy később, hogy rendben, hát ugye. Nem valószínű, hogy kiadják. És ezt kilopta az állatkerti gondozó, hogy fölhívja, és megmondja, hogy ebből majd tanul. Vagy a hanga adta oda neki, és azt mondta neki, hogy Lacika, hívd már föl a szülőt, kérjél bocsánatot. Lacika gondolom, meg fölhívta, és azt mondta, hogy nem, lehet, megérdem. A hanga egy ilyen mediátor volt, és ott ült a szülő, nem, és ő levezetett egy ilyen békítő tárgyalást. Az el tudom képzelni, hogy a szülőnek megadták a csávó számát, és a szülő fölhívhatta. És mondta, nézd, én azt mondom, hogy sok büdös neveletlen kölök van, azért ez így van, de lehet, hogy azért berágnék, ha azt hallanám, hogy belerúgták a tóba a gyerekemet. Szóval, ugyanakkor... De ha a fogalmazás megint belerúgta... Ha belerúgta a gyerekemet a tóba... Lehet, hogy csak megbillentette a fenekét, a gyerek meg pont előre volt dőlve, nyúlt a következő, hogy hívják, egy jégdarabért, kicsit fenékbe billentette, az meg beleesett a medencébe. És ne keverik mondom, majd a fizikát. De ne, hát nem ugyanaz, mint a belerúgta, mert a belerúgta az olyan, hogy érted, egy Martens bakancsal. Rúgta, nem belerúgta, mögé és hátba rúgta a fenékbe gyereket. Rúgta és bele lökte. Tehát nem belerúgta a tóba, hanem sok. Csak fenékbe rúgta, utána pedig belelökte. De ha fenékbe rúgta a gyereket, és utána a gyerek még nem esetleg mondta, miért kell belelökni? Mert az elsőre nem sikerült. Tehát, hogy... Mert a rúgással akartad beküldeni a medencébe, de az kevés. Sok, nem? Figyeljetek, sok. Tehát, sok. Valaki azt mondja, hogy apu, fenéken billentettek, odajött egy gondozó, én nem szeretem, tehát én nem szeretem a gyerekhez nyúlnak, de utána még vele is lökte a tóba. Egy ember van, ugyanakkor aki büdös neveletlen kölkök azért ezek. Hát, persze, de ugye? Hát büdös neveletlen kölkök valakinek. Mindenkinek jellemző. Csak hogy az ember akkor átgondolja, hogy a saját gyerekemmel történik, azért arra lehet, hogy berágok. Én egyébként bárkinek a gyerekével kapcsolatban be tudok rágni. De másik van, nem. Hát. De hogy így tudod, az, hogy most ott abban a pillanatban valaki nevelje a gyereket, hát azt szerintem egyetlen embernek a feladata, vagy két embernek, tényleg a kísérő tanárnak, stb. Aki a gyerekekkel volt fővárosi állat és növénykertben. Nem. Tehát, hogy nem egy állatkerti gondozónak, egy alkalmazottnak. Majd hagyja csak, majd én megnevelem. Ne. Menjen oda, szóljon neki, a gyerek ezt csinálja, azt csinálja. Itt nem lehet ezt csinálni, viszont látásra külön. Az állatkerti gondozók kapnak felvilágosítást, hogy mi a különbség a gyerek és az állat között? Biztos, nem? Ja, hogy az állatok hogy... nem dobálják. Azt gondolta, érted. Hogy egy mit tudom én, egy... Ja, azt hitt, hogy kanalas gém. Egy kiszabadult. Jó, akkor mindegy. Tehát az állatkerti azt meg gondolta. Te meg mit keresel itt kint a parton? Ő aznap a pingvinekhez volt beosztva, őt úgy beállították neki a pingvin gombot, érted? Ő aznap úgy volt bekódolva, hogy ma pingvinek között vagy. És ő tette a dolgát. Tehát vajon kiképzik-e őket? Igen, tehát erre nincs azért valószínűleg felhatalmazás, hogy rúgja a gyerekemet. És mondod el, hogy egyébként az állatkertben alapvetően ugye nem úgy mennek el a gyerekek sem, hogy mondjuk van náluk száraz zokni, száraz cipő, száraz nadrág, stb. Tehát hogy azért nem álltam egy picit gondolkodni. Ha így megy, akkor készüljön rá. Ja, csomagoljanak rendesek. Sőt, menjenek ne hogy jeget dobál. Na, ez a másik, érted? Azt is öltözön fel rendesen, ha jeget akar dobálni. Egyébként ugyanakkor ember legyen a talpán az, aki a sok hülyét, aki elmegy az állatkertbe, úgy tudja kezelni. Tehát amikor én végignézem, mikor egy évvel egyszer meg a gyereke az állatkertbe, én utálom az állatkertet, hogy... Na, akkor most már mindent értek. Tiszta szívemből utálom. Miért az állatkertet. Gyönyörű munkát végeznek, és imádom, ami történt a ligetben az állatkerttel, és fejlődik, és szép, és az igazgató zseniális, a hanga zseniális. Én gyűlölöm az állatkertet. Mit gyűlöl? Mert a világ egyik legszomorúbb helye. Ahogy ott állnak az állat, de hát most nincs szomorú hely. Annyi szomorú állatot egy rakáson én még nem láttam. Az egy szomorú hely. Bemegyek, és úgy jövök ki, hogy úristen. Megyek ott, néz rám a pingvin, így áldogál a 30 fokba, tudod, nyáron, hogy cseszettem így, hogy engem ide leraktak, tudod. A jeges medve éppen valami kaporásza azt a jeget, hogy ne halljon meg a melegbe. Három fáradt farkas lefogyva így fekszik bent az árnyékba. Megyek tovább az oroszlához, az így liheg, érted, hanyattesve, egy 4x4 méteres keres.
réheg. A majom így vakarja magát, láttam a szemébe az elmúlást, a kőszáli kecske így kapargatja a kecskét, a fóka úszik, a madár a nem dolga. Tud repülni, mert rács van felette. Ők beteg madarak, akik egyébként meghaltak volna, csak mondom. Tehát, hogy a gólyák például azért... volna meg a gólya. Eltörött a lába például, azért nem tudott elmenni, ezért beköltöztetik. Te is ilyen vidám természetfilmeken nőttél fel. Azt hiszem, hogy az egyébként az állatoknak az élete az csak móka és kacagás. Szomorú leszek. És nem. Nincsen szomorú fejjel nem vakargatja a majom a saját természetes élő közegében soha a fejét. Nem, én tényleg mindig szomorú leszek. Látom a sasmadarat, akinek kitépték a szárnyait, hogy ne tudjon repülni, és rácsot tettek fölé. Hát nem kitépték, hát repkedott, csapkodott kettőt, de nem tud, érted? Én mindig mondom, az a nagyszülős program, vikis program, tessék elmenni az állatkertbe, én nem megyek. Az van, hogy egyébként szülős állatkert, meg általában az állatkertek, azok már ilyen szükséges, rosszak, sajnos, mivel hogy a természetes élő közegüket gyakorlatilag mi emberek pusztítjuk el, és máshonnan nem lehet őket meg. Na ez a legnagyobb kamu. Ez a legnagyobb kamu. Mert a zebrának nincs természetes közege, az oroszlának egyébként megvan a természetes közege, a pingvin nagyon vidáman el van egyébként a déli sarkon, a sas, a keselyű, a majom azért azok még nincsenek a kihalás szélén, tehát 100-ból egy állatra tudjuk mondani. A majom? A jegesmedve. Egy picit leegyszerűsítettünk egy pár száz fajt. 50 év múlva. A majom? Nem lett, de most ez a selyemmaki, a makákó, a pávián, azért azok magból még van. Ugye most nem a ezüsthátú gorillákat nézegetjük, mert abból mondjuk kevés van tényleg. Gyerekek, én mindig, ha egyéb egyszer oda bemerészkedek, én olyan szomorú leszek, hogy na mindegy. Az az emberiség egyik kudarc az állatkert. De tényleg. Fogságba ejtettük őket, megyünk, bámuljuk a szomorú állatot fogságba. De nem szomorú. De rohadt szomorú. De nem tudom. Láttál már nevető szomorú elefántot? Hát mondjuk ezzel nehéz menni. Igen, ott csapkodja a hasát. Akit megfosztanak a szabadságától, az nem tud vidám lenni. Tehát az szomorú. Tehát kivéve, mit tudom én, az ezüstróka, az is egy 3x3-as ketrecben, egy futkos ide, oda, 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 oda. Érted? Azt se tudja, hogy megőrült már. Nem egy természetes közege. Érted? A bagoly meg így nézel, az örül, annak tök mindegy. És akkor oda dobják a patkányt, nem? Most jó, megöltem a megszólalást? Nem ölted meg, hogy a hangra 20 éve dolgozik. Nem, mert elmondtam, hogy a mindent tiszteltem, a hangáéké, az állatkerti igazgatója, és gyönyörű, igen, amit csinálnak, és az egész gyönyörű, és hát ott olyat építettek. Egy kivétel van, a bagoly, mert az örül. Igen. Mert oda dobják a patkányt, és a körülményeikhez képest mindent megtesznek, és tényleg le a kalappal az ott dolgozó összes ember előtt. Én mindig rossz kedvű jövök ki. Tényleg, és szükség van rá, és bemegy a gyerek, és megtanulja, és itt van a vonalban a hang a Zoli. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mi veled vagyunk, a Janival ketten szeretünk, a Balázs hát elhatárolódott. Persze, én indulj ki abból, hogy legalább a bagoly örül. Elindultunk abból a segbe rúgott kisfi esetét, és eljutottunk oda, hogy milyen szomorú az állatkert. Mondtam mindezt, hogy egyébként le a kalappal, ami ott csináltok. Én igen, mert egyébként gyönyörű szerintem az egész hely. Jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt mindenkinek! Figyelj, mi nem is a kisfiúról akarunk meg az esetről, mert aztán megtárgyaltuk, valaki így, valaki úgy gondolja, hanem a hülye állatkertbe látogatókról. Aki azért van is erről, nyilván te, mint szóvő beszélhetsz, hogy egy nap hány embert kell körülbelül finom a helyre tenni, hogy nem ütjük boxerral a víziló hátát, mert az is érzi a fájdalmat, nem adunk vekni kenyeret az oroszlánnak, hány embert nem kell szereti berúgni a tóba egy nap. Szóval azért meg vagytok áldva ti is, gondoljuk mi. Hát nyilván erő, azért statisztika nincsen, az állatkertbe évente több mint 1 millió ember jár, és a legtöbb esetben semmiféle probléma nem is merül föl, de hát hogyha mondjuk csak 1000-ről beszélünk, amit statisztikába elhanyagolnának, az is mondjuk ugye 1 millió fő esetén 1000 embert jelent egy évben, és akkor minden napra jutna néhány is statisztikailag. Hát most ebből vannak aztán kirívó esetek, tehát van, aki egyébként arra panaszkodik, hogy miért nem lehet korlátozás nélkül etetni a zsiráfot, pedig ő szeretné. Van egy-két konkrét eset a fejedben? Én egyszer láttam egy palit bent az orangután házban, a majomházban, amikor ezt úgy próbál szólni a majomnak, azóta sem tudom kiverni a fejemből ezt a látványt, hogy eltávolodott az üvegtől, és 3-4-szer teljes erőből nekirohant az üvegnek. És ezzel próbált jelezni a bent lévő gorillának, nem tudom, hogy jó lenne, hogy odajönne. Majd elkezdte teli tenyérrel ütni az üveget. Hát a majom nyilván ember számban nem vette. Tehát, hogy igen, hát ezt lehet, hogy a biztonság elv alapján gondoltam, mert a gorillák is szoktak ilyet csinálni, de hát azért ez egy érdekes kérdés. Hát például olyan esetre emlékszem, amikor egyszer azt látjuk, hogy valaki benne áll a szurikáták között, és hát jaj, ezt
persze nem lehetetlen, mert ha nagyon áttornásza magát, akkor mégis be tud menni, de azért mégis egy szokatlan látvány, és hát egyrészt megkértük, hogy legyen kedves, jöjjön már ki onnan, másrészt meg úgy csodál, tehát hogy mi azért úgy nem értettük, mert sok mindent láttunk, és azt hittük, hogy már minden, de hát ez még nekünk is új volt, és akkor mégis megkérdeztük, hogy hát ezt hogyan gondolta. És ott ő megmagyarázza? Hát nincsen kiírva, hogy nem lehet bemenni a szurikátához. Ő azt mondja, hogy ő azért megy be, mert nagyon szereti az állatokat, vagy azért, mert egy tökéletes képet szeretne a Facebookra, és sok lájkot gyűjteni. Hát, mert pillanatnyilag ez jót lenne, tűnt a számára, tehát van ilyen. Bemászott a szurikáták közé. Hát, és tényleg. De milyen szerencsé, nem az oroszlán közé, nem? Oda nem. Hát, mert oda nem. Nincs írva külön, hogy nem szabad bemászni. Én nem tudom, miért érzi azt az ember, hogy lát egy állatot, és olyan ételt kell a szájába nyomni, amit egyébként az állat nem ehet, nem szeret. Tehát valahogy ott mindenkiből előtör a szülői ösztön, és minden állatot etetni akar. Honnan tudja, hogy nem szereti, még soha nem evett. Hát a hangáik nem engedik. Igen. Hát ugye ennek háromféle oka van. Az egyik az, hogy nyilván akkor esetleg oda jön az állat, és akkor közelről lehet látni, vagy meg lehet simogatni, ami nem biztos, hogy minden állatnál szerencsés. A másik, hogy van egy ilyen rosszul értelmezett állatszeretet, hogy hát ha szeretem, akkor megetetem, és akkor rengeteg ilyen kórosan elhízott kutyát, meg macskát lehet látni. És hát a harmadik pedig az, hogy az emberek azt is gondolják, hogy a különböző táplálékok azok ilyen fokozati sort alkotnak, aminek a tetején az van, ami az embernek jó, aztán az, ami az embernek már nem jó, de az állatnak még jó, és aztán az, ami már az állatnak se jó. És akkor ebből azt a következtetést vonják le, hogy az, ami az embernek jó, ropi, peret, akármi, az az állatnak biztos jó lesz, hiszen hát ha az ember megérti, akkor miért ne ehetné meg az állat. Azt nagyon szeretem, amikor dobálják a perecet az oroszlánnak, meg a serclit. Hát az nem híz, és látod. Hát ez ugye, marad még egy kis kürtös kalács. Marad, nagyon éhesnek tűnik ez a... Tényleg így van, és üvölt a nagyon elhízott szülő, a nagyon elhízott gyereknek, hogy adja majd a kürtös kalács végét, hogy hagyd dobja már be a majomnak. Ezt a bárban meg volt a cukrot még. Még a baglyoknak nem adtunk semmi. De ők boldogok, tudod. Ja, ők amúgy boldogok. Elképesztő néha az, amit az ember az állatkertben lát. Igen, igen. Mondom, én egyszer láttam, az idős nénik járnak még ki vízilovat etetni ilyen vekni kenyerekkel? Azt még csinálják? Hát időről időre előtt. Megjelent? De elkapjátok őket. Tudják, hogy azt tulajdonképpen nem szerencsés azért annyira a vízilónak. Igen. De hát ugye ennek is vannak fokozatai, tehát ugye a legkevésbé az szerencsés, amikor gumilabdát dobnak a szájába, ugye volt ilyen esetés, ami sajnos el is pusztult. De hát ez még 1994-ben volt. Ugye ennél egy fokkal jobb, hogyha kenyeret dobnak be, de azért az sem szerencsés. És hát van, aki azt gondolja, hogy hát, hogyha mondjuk a sárgarépát vagy almát dob be, akkor végül is az már teljesen rendben van, hiszen ugye normális étrendjében is mondjuk egy vízilónak van ilyen. Na jó, de mi van akkor, hogyha mondjuk állatorvosi vizsgálat van a vízilónál, és az altatás előtt természetesen, hát akkor nem kap enni az állatot egy-két napig, olyankor koplaltatni kell. Ugye, mint hogy embereknél is egyébként az altatásos beavatkozások előtt nem veszünk disznótorost, és ezt a gondozó tudja, és ez szerint jár el. Na most a látogató nem tudja, eteti az állatot, és akkor bizony altatás közben még akár drámaira is fordul a helyzet, tehát igazából a legtöbb állatkertben, ha nem muszáj, akkor nem lehet etetni az állatokat, vagy hogyha mindenáron, mert ugye időnként ezt nem lehet megoldani, hogy abszolút teljes etetési tilalom legyen, tehát olyan fegyelmezett országokban, mint Németország, ez működik, de azért máshol általában az van Európa szerte, hogy akkor próbálja az állatkert mondjuk a közönség etetési hajlandóságát valamilyen ellenőrizhető mederbe terelni, és akkor ezért vannak ezek az ócsemek és ehhez hasonló állateledelek, amik megint csak már egy bizonyos mennyiség után nem nagyon használnak, de kevésbé ártanak, vagy nem ártanak annyira, és akkor hát ez egy lehetséges megoldás. Most várjál csak, hogy így jól értem, amit mondasz. Most nem kevés önteltséggel a hangodban azt mondod, hogy te és a munkatársaid tökéletesen tisztában vagytok azzal, hogy annak az állatnak mit szabad és mit nem szabad ennie? Hát létezik egy ilyen tudományág is, amit takarmányozást adnak hívnak. Ugye? Abból szigorlatos nem is kellett az egyetemen, tehát ez nem csak azon múlik, hogy adunk neki valamit, ami többé-kevésbé eltűnek tűnik, és akkor majd azon elrágódik, tehát ennél azért ez bonyolult. Mi újság a gondozóval, rendben van, aki helyre billentette a gyermeket? Van még állása? Hát, ugye az ügyben vizsgálat folyik, egyrészt, tehát ugye egy panasz érkezett ezzel kapcsolatban még aznap, mikor ez történt, ez másodikán volt, és hát természetesen az állatkertben ezt mi komolyan veszik a panaszokat, tehát hogyha
panasz van, azt mindig kiszoktuk vizsgálni, és ugye ráadásul itt a panasz és az ezzel kapcsolatos, ha úgy teszik, vád, az ugye elég komoly, tehát azért az állatkertő joggal várja el a látogató azt, hogy mondjuk a látogatót a látogatás során ne érje nem helyén való atrocitás, tehát ezzel mindenképpen nyilván foglalkozunk, de hát ezt alaposan be kell gyűjteni minden információt, tehát egyrészt a panaszos családdal is ugye a kapcsolatot még a panasz után is fölvettük, hogy a részleteket megtudjunk. A gondozó tényleg beszélt a családdal? Tehát ők megvitatták ketten? Hát ott ugye az volt a helyzet, hogy maga a látogatás az egy tanulmányi csoport keretében látogatott el az a kamaszfiú. Azt tudjuk, igen, tudjuk. Virándulás volt, és akkor csobbant egyet. És ugye a látogatás után, már utólag, de még aznap telefonon a család egyik tagja tett tulajdonképpen panaszt, és hát utána is már a vizsgálat során még fölhívtuk őket, hogy különböző információkat még nyerjünk. Az érintett munkatársnak is feladata volt, hogy erre egy jelentést készítsen, tehát Atyai, az is rendelkezésre. De dolgozik, tehát hogy még ma ott van. Hát most egyelőre nem, tehát amióta az eset történt, és ugye tart a vizsgálat, azóta nyilván a vizsgálat ideje alatt semmiképp sem veheti fel a munkát, tehát azóta ő nem volt benne dolgozni, mert a vizsgálatnak az eljárás rendje ezt is magával hozza, és hát ilyenkor általában a 15 napon belül kell a vizsgálatot lezárni. Lesznek innen akkor piktogramok a dolgozóknak is, mint ahogy mondjuk vannak kint a látogatóknak, hogy ne etessék az állatot, hogy mit tudom én, a dolgozó meg ne rúgja be a tóba a látogató. Ilyen repülő kisfiú áthúzva, igen. Tudod, seggbe rúgott kisfiú áthúzva, idős néni veknik ennyire a kezébe áthúzva. Igen, hát ezt nem piktogramokkal oldjuk meg. Mágián elégetés kizárva. Ugye van olyan helyzet, amikor a munkatársnak egyébként dolga is föllépni, hogy ha valami olyasmi történik, ami mondjuk a látogatói szabályzatba ütközik, de hát nyilván ennek nem az a módja, hogy tudom én mondjuk a fenékbe billentjük a gyereket. Hideg vízben kössön ki. Tehát az az első lépés, hogy határozottan, de udvariasan föl kell szólítani a látogatót, hogy akkor legyen kedves abba hagyni azt, amit csinál, és pedig nem utána kell csinálnia. És nyilván, hogyha ez nem történik meg, akkor megvan ennek a további eljárás rendje, de annak az a módja, hogy akkor az őrszolgálattal erre. Jó, ezzel most ne is menjünk végig, persze szólunk, hát nyilván nem a fenékbe rúgás, persze. Zoli, nagyon köszi, jó munkát, csokoltatunk benneteket. Ciao. Hello. Csak gyorsan egy-két SMS, hogy egy ilyen nagyon kis semmit mondó ügyre ki hogy reagál. Tehát, hogy mennyire tényleg messze menő következtetés lehet. Hát ugye ez tényleg hát egy pohár lábvízben, vihar, ahogy szokták mondani, egy labor lábvízben. Azt mondja, hogy lassan az lesz, hogy odáll a gondozó a gyerek mögé, ráadít ezics párta, és beleurulugja a gyereket a tóba. Az állatkertnél csak egy szomorúbb hely van, az a cirkusz. Oké. Okay. Azt mondja, hogy... Ezt be kellett olvasni. Ezt annyira tudta helyben fogni. Hát hiszen, tudod... az állatkertben beleurugott a cirkusz, hát sem maradjon. A másik véres rony. Balázs, mi ott voltunk, amikor egyszer egyébben az állatkertben voltál, jobban örültél, mint Benni, és dobáltad a kenyeret a tóba. És hogy írta nekünk. Azt mondja, hogy ti is ferdítetek, mert nem lökte bele, a lendülettől esett bele, amúgy a hírek szerint ott volt a gyerek nagyapja is. Megérdemelte, írja Andi. Jani, ne legyél már anyám asszony katonája. Nem kell védeni a kis ratyikart, mert veled is ezt csinálják. Szatyi küldte nekünk. Köszönjük, köszönöm. Egy másik hozzászólás. A szülő részéről nézőpont, kiálljon ki a gyerekemért, ha nem, én abszolút így van. Az én szüleim azt mondták volna, biztosan megérdemeltem. Ne rugdossák a gyerekemet, de ha így viselkedik, az a szülő szégyene, és ha hazajön és elmeséli, így viselkedik, még én is fenékbe rúgom. Jani, igazad van, ne nyúljon a gyerekhez, de egy szemmel is jól látható összegű büntető csekket adnék át a szülő. Őnek. Rendes is volt a gondozó, belökhette volna a krokodilhoz a gyereket. Jani, az ilyen liberális gondolkodásmód nem vezet sehova. Neveletlen, tapló, bunkó, buta a gyerekek 70%-a. Rohadjon meg az a kisgyerek, Jani, hülye vagy. Tessék. Nem volt helyes, amit csinált. Előbb a sokkoló kellett volna, utána az oroszlán ketrec, és ha ez se segít neki, akkor belenyomni a fejét a vízbe. Szatyi küldte nekünk. Rohadjatok meg, remélem a ti gyereketeket is egyszer a jeges tóba küldik majd. Megérdemelte a kisköcsöt. Itt van minden. Több vélemény is volt. Hát lett szóval neki, hogy ne csinálja. Proiskotra. Remélem, kirúgják az állatkerti gondozót, én biztosan megvenném a szülő helyében. Megérdemelte a kis hülye gyerek. Én bedobtam volna az oroszlánokhoz az ilyen neveletlen kölyköt. Nándi. Ugye, tehát egy teljesen hétköznapi eset, igazából, hát most persze belerúgott a gondozó, de azért nem egy nagy kaliberű, nagy horderejű dolog.
és hát a liberális gondolkodásmódtól kezdve itt mi mindenki, már lassan komcsizunk is egy kicsit. Nem, persze. Bármit ráhúzhatsz egy ilyen sztorira. Minden volt, igen. Minden oldal megmutatkozott. De egyébként tényleg rugdalni, azért ne rugdalja a gyereket. Legyen ebben az ügyben is népszavazás kiírva, én azt mondom, döntsük el, mi legyen sorsa az állatkerti dolgozónak, meg a gyereknek, meg egyáltalán a szülőknek, meg sőt, a krokodilt is keverjük bele. És ha még szomorúbb helyre akartok menni, mint az állatkert, menjetek cirkuszba! A legjobb dolog. A világ legszomorúbb, szórakoztatás, dehogy nem, illúzió. A nagyon szép. Jó kedvetek van, irány a cirkusz. Így van. Ott annyi szomorú állat van, hogy ti is megszomorodtok. Ha vidámak akartak lenni, csak a baglyot látogassák. Az mindig örül, mert oda dobják ki a patkányt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ugye pénteken mondtuk, hogy már indul a valentínos játékunk, ami egy nagy-nagy, egész héten átívelő vakrandi tulajdonképpen, ami arról szól, ugye, hogy van egy kiválasztottunk, egy pasi, és öt csaj, azért ebben a formában is azért így, mert ez számunkra izgalmasabb, mint hogy teljesen hagyományos, kicsit unalmas módon itt öt pasi verseng egy nőért. Úgy a jó, ha így történik a világban, de baromi unalmas egy rádió műsornak. Úgyhogy ezért választottuk az, hogy egy pasi, igen, és öt csaj, az öt csaj mellett senki nem állt ugye fegyverre, jelentkezhettek erre a játékra, bátornak kell lenni, és hétvégén valamelyikőjükkel elmehet majd, ami választottunk, egy hosszú hétvégére, egy valentinnapi romantikus háromnapos hétvégére, ahol az történik, amit akarnak, úgy csinálják, hogy akarnak, ez a lényeg, hogy együtt kell lenni, senki nem jöhet el előbb, ki kell húzni vasárnapig, és utána hétfőn el kell mondani, hogy mi történt. Hogy érezted? Lehet eljönni se? Na hát az egy szabály, hogy ha először úgy érzed, hogy pénteken nem vagytok egy hullámhosszon, akkor azért próbáld meg, ne gyere haza azonnal, lehetőleg töltsd ki a hétvégét. Hát, nyilván akar, senkit nem korlátozhatunk ebben, tehát eljöhet. Még egy szobát nem tudunk adni, tehát hogyha esetleg közben összevesztek, akkor vigyen valaki egy polifómot, jó? Igen, tudjon aludni majd a padlószőnyegen. Vagy valaki kindalcik a bérautóban. De szerintem a kaland az sokakban felkeltette a kalandvágyat, hihetetlen mennyiségű jelentkezés. Nagyon sok jött. Rengeteg csaj, rengeteg pasi, és nyilván szinglikről van szó, vagy hát ilyenek nem járunk utána. Reménykedünk benne, hogy aki nem csak mondja. Nem csak mondja, tényleg az. És hát ez valóban egy baromi jó kaland lehet, hogy egy teljesen ismeretlen pasival, nővel elmész és eltöltesz egy hosszú hétvégét. Még... Ha szingli vagy, ha egyedül vagy, ha tényleg szeretné valakit találni, nincs vesztenivalód. Nem? Igen. Maximum... Még ha nincs is az a nagy terv, hogy most ez életet szerelmed. Persze. Akkor is belefér, hát Isten. Nagyon nagy, nagyon nagy, és még úgyis rengeteg férfi jelentkezőnk maradt, hogy sokakkal tisztázni kellett, hogy nem öt lányt vihetnek magukkal, hanem csak egyet. Bizony, csak egyet, igen. Na, úgyhogy akkor elkezdjük. Először megismerkedünk a pasival, jó, aki egész héten itt lesz velünk. Az ő személye ugye nem változik, és aztán minden nap bekapcsolunk úgy, majd úgy, ahogy tettük ezt tavaly is hozzá egy-egy lányt. Először mi beszélünk a leányzóval, és utána összeengedjük őket, és hát elindul a megismerkedés. Na, jöjjön akkor a srác, aki megkapja azt a lehetőséget, amit ma kevesen, hogy öt nő közül választhat majd. Pénteken öt csilingelő hangú vidám nő közül dönthet, és választhatja ki, hogy kivel szeretne elmenni egy vakrandira. Gyerekeket, ez maga a kánoán. Ez maga a kánoán. Plusz, ugye most a csajok még törik is magukat, érted? Nem csak az mondja, ott van úgy öt nő, és akkor te választasz, hanem ők megpróbálnak meggyőzni, hogy te vagy az. Igen, és hogy engem választ. Tehát öt nő verseny. Érted? Soha nem versenget értem öt nő. Hát vagy nem tudtál róla, na. Csak 500. Na, itt van velünk Patrik. Hello, Patrik. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Te hímálat. Te. Az első mondatból már minden kiderül. Egy kellemes orgánumú fiatalember. Fél siker. Na, Patrik, mi volt az első gondolatod, amikor hallottad a játékfelhívót? Bevallom őszintén, tavaly is jelentkeztem, és tavaly is úgy volt, hogy írtam egy szép, hosszú, szívhez szóló levelet, hát ha meghat benneteket, de végül ugye András nyert, úgyhogy igazság szerint most hallottam, hogy megint van egy felhívás, akkor... És elküldted ugyanazt a levelet, mint a Ctrl-C. Forvardoltam hátat. Igen. Na, András, akkor egy rövid bemutatkozás, jó? Csak, hogy egy kicsit jobban megismerjünk, aztán nyilván bele-bele kérdezünk majd dolgokba. A nevedet ugye tudjuk. András, ez nekünk, bocsánat, Patrik, ez nekünk ugye elég is. Nem is kell többet mondani, viszont, hogy hány éves vagy, hol laksz, mivel foglalkozol, mit írtál a levélbe, minden fontosat. Jó, Patrik, jöhetnek az infók. Meddig jöttél kocsival?
Hát ez fontos lehet. Na, 41 Patrik, éves, oké, okay, 41 éves vagyok, közgazdász vagyok végzettségem szerint. Egy víziközmű cégnél dolgozom, mint projektvezető. Egy nagy szennyvízberuházást koordinálok. Éppen úton vagyok egyébként a Balatonra és koordinációs értekezletre. Hát egyedül vagyok, és szingli vagyok egy jó ideje. Ennek különböző okai vannak. Leginkább azt hiszem, hogy későn érő típus vagyok. Tehát, ha valaki kérdezi, akkor tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem az életet, és hát nem siettem el a dolgokat. Tehát nagyon élvezted, te nagy kanállal? Igen. Jó. Igen. Nagy kanállal. És most jutottál el oda, hogy már egy kicsit komolyodnál, vagy ez egy jó kaland, vagy te most egyelőre csak ebben a hétvégében gondolkozol, aztán majd meglátjuk, mi lesz, vagy már ha esetleg megtalálnád, és nyilván ennek a formátumnak most nem ez a cél, hogy ez egy életre szóljon, csak egy hétvégéről van szó, de ha megtalálnád esetleg, akár már ott tartasz, hogy meg is állapodnál? Az az igazság, hogy igen. Uh-huh. Tehát most már egyrészt a biológia órám nekem is ketyeg, tehát jó lenne szülői értekezletre nem úgy bemenni majd, hogy azt mondják, hogy akkor nagypapa legközelebb az apukát is küldje be. Igen, Patrik bácsi. De jó vagy. Igen. Na. De nyitott vagyok mindenre. Oké, van a fejedben valami, hogy milyen nőt keresel? Vagy akik 41 évesen még nem találtak maguknak hosszú kapcsolatot, azok azt mondják, hogy vannak bajaim a nőkkel, és a mai világban ez vagy az a baj a nővel. Neked van ilyen? Először így kérdezem, hogy mi a baj a mostani nőkkel szerinted, ha van egyáltalán? Hát én azt gondolnám, hogy a legtöbb lány úgy él, hogy kialakította a saját életét férfi nélkül. Tehát így egy szóban összefoglalva, vagy egy mondatban összefoglalva azt lehetne mondani, hogy a legtöbb lány úgy él, hogy nincs szüksége férfira. Ez azt gondolom, hogy az én korosztályomban ez egy ilyen általános probléma. A másik dolog viszont azt gondolom, hogy amit én keresek, az nyilván két felé bonthatom. Az egyik ugye, ha komolyan akarom venni a dolgot, azt mondanám, hogy legyen a minőségi idő a szeretet nyelve. Ha meg... Most leestem alulról. Ajjaj. Hát igen, nehéz követni az ilyen nagy gondolatokat. A szeretet nyelve. Úgy érzem, túl értelmes a srác. Gyerekek, a csajok felsírtak, hogy ő kell nekem, igen. Ha pedig őszinte akarok lenni, hát akkor legyen nekem ellen. Aha, de jó, ezt is jó, szeretem. Legyen megjöttem. Felvettem a beszélgetés fonalát. Kicsit mi is megérkeztünk a beszélgetésre. Értem, tehát hogy a belbecs, a külcsíny, külalak, minden számít. Irányító típus vagy, vagy szereted, ha nő irányít? Én azért téged úgy képzellek el, hogy te szereted azért elvarázsolni a nőt, vinni, vagy hagyod azért, hogy téged varázsoljon el? Az az igazság, hogy ez egy ilyen különleges alkalom lesz, mert általában én igyekszem a lányokat elvarázsolni. Az irányítást bizonyos szituációban szívesen átengedem, de azt gondolom, hogy nem egy rádió műsornak a részleteihez tart. Mosogatás, porszívózás. Na, és mit vársz ettől a hétvégétől? Vagy mit keresel benne? Hogy képzeled, mi van a fejedben? Milyen lesz ez a hétvége? Én az igazság, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon extravertált személyiség vagyok, tehát könnyen alakítok ki kapcsolatot és kommunikálok. Én azt gondolom, hogy ez leginkább a lányokon fog múlni. Én, ahogy mondtam, nyitott vagyok arra is, hogy egy kellemes hétvégét eltöltünk együtt, de arra is, hogy megtalálom a nagyjét. Jó, elsőre gyerekek, jó alakulom. Igen, bírom. Szimpatikus. Persze is van. Szimpi. Humoros is. Szimpatikus is. Ugye? Melója is jó. Még a szarból is pénzt csinál. Hát valakinek ezt is kell ilyen. Ezek komoly projektek, gondolom én, nem? Amiken dolgozol. Hát ez egy uniós támogatással, igen, egy Keok támogatással megvalósuló beruházás, és itt a balatoni vízminőségjavítása. Te jó. A cél. Még szimpi is ez. Ja. Na jól van. Sport, hobbi? Ez az igazság, hogy tavaly ugye egy lovas szállodába sorsoltatok, úgyhogy dolgozni nem tudtam, úgyhogy most megmondom őszintén, hogy ez az új hobbim, elkezdtem, és itt a Balaton környékén nagyon sok helyen lehet lovagolni, úgyhogy ez a legújabb, egyébként pedig kickboxoltam egy 10 évig.
évig. Az jó. Biztonságban lesz a lány. Az bizony, jó. Megvédett a mindentől. Hétvégén van egy nagyon-nagyon kapos londiner esetleg, aki ott neki akkor kereskedik. Igen. Vagy ha a pincér nem hozza ki a light kólát, tudod. Hagyj csak szívem intézőben. Oké, jól van, Patrik. Hát akkor ennyit előre, előjáróban rólad. Úgyis, mivel mi egy hétig ugye minden nap beszélünk, szépen majd azért folyamatosan egyre többet és többet megtudunk rólad is. Meghallgatjuk akkor az első jelöltet. Először mi beszélgetünk vele. Jó, maradj vonalban. Okay. Ne szólalj meg, és szólítunk majd újra, amikor viszont átadjuk neked az első jelöltet, és akkor viszont tudtok beszélgetni. Na, gyerekek, itt van Miss Hétfőnk, Adri, hello, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Oh, egy bársonyos hangú leányzó a vonalban. Adri, hello, csicsergős a hangod, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is, sziasztok! Hello, na, Miss Hétfő, hívhatlak így, nem baj? Nyugodtan. Nincs ezzel egyébként baj. Csak Adrinak. Adri, a Miss Hétfőnk. Na, Adri, egy kicsit magadról mesélj, amikor hallottad a játékot, mit szóltál, mit mondtál, mit éreztél, miért neveztél be? Hát azért legfőképpen, mert meg volt az első hasonlóság így az úriember is köztem, mert hogy én is jelentkeztem tavaly. Ó, tényleg? Igen. Ez akkor azt jelenti, hogy azóta szingli vagy? Így van, így van. De mi ennek az oka? Hát leginkább az, hogy nem tudtam senki mellett sem letenni a voksom, ami azért volt, mert nem éreztem azt, hogy bárki olyan komolysággal közeledne felém, ami megilletné azt, hogy én mellette maradok. Mm-hmm. Na de akkor te várj, eddig komoly kapcsolatot kerestél tavaly is, meg most is jelentkeztél egy olyan kvázi játékra, még akkor is, ha ez most ilyen nem egy jó szó ide, ami egy hétvégéről szól, de te komoly kapcsolatot keresel? Igen, mert hogy úgy voltam vele, hogy lehet, hogy elsőre valami nem jön össze, de ha másodszorra is megpróbáljuk, és mivel hogy felhívtatok, ezért aztán úgy voltam vele, hogy ezt lehet, hogy a sors is így akarja. Jó. Hány éves vagy, mivel foglalkozom? 25 éves vagyok, és utazásszervező vagyok egy nemzetközi cégnél. Utazásszervező egy nemzetközi cégnél. Oké. Na, egy picit magadról, hogy nézel ki, ugye direkt nem mondunk aztán. Mondtunk tavaly? Elmondtuk azért, hogy a csajok hogy néznek ki. Igen, magukról beszélünk. Igen, hogy hány centi, milyen hosszú haj, igen, igen. Olyan 170-172 centi vagyok. 60 néhány kiló. Azt nem tudom pontosan, illetve barna hajam van, váligér, és kék a szemem, kék ez zöld. És elméletileg szép a mosolyom, és van egy mosolygödröm, amit én a szexepilemnek tartok. Van egy kicsi kis mosolygödröcskét. Igen. Jól jön az. Mondjuk halljuk is, hogy szeretsz nevetgélni. Az ember sokat nevet, akkor ez itt kialakul. Igen. Jól van, milyennek képzeled a hétvégét? Mindenképpen nagyon sok beszélgetésem. Jó, szakadózik a van? Halló? Igen. Nem. Kiindulva a Patrik nyilatkozásából, én úgy vagyok vele, hogy szerintem a kommunikációval nem lesz baj, bár ezt nagyon fontosnak is tartom egyébként, hogyha valakivel szeretnék komolyabban megismerkedni, akkor minél többet meg is tudjak róla, minél előbb, hogy eldőljön, hogy van-e annak jövője, vagy nincs. Illetve én szerintem vicces lesz, mert hogy az a megérzésem támad, hogy szerintem ő tud nagyon spontán lenni, és ez nekem nagyon fontos egyébként egy férfiban. Hogy... Itt van éjszakai fürdőzés, van gyertyafényes vacsora. Igen, van egy csomó, nyilván az is. Egy csomó ilyen romantikus, vagy romantikusan hangzó program is. Tehát, hogyha csak arról fogtok beszélgetni, hogy mondjuk vízgazdálkodási szempontból a Sió csatornának az eliszaporosodása mekkora gondot, fejfájást okoz jelenleg Patriknak, Nem, lehet, hogy azért már más is lesz. De akkor elvileg te komolyat keresel, de benne vagy egy háromnapos, lazább dologban is? Ami bárhova kifuthat. Így van, igen, igazából igen. Ezt így össze is foglaltad nagyon jól. Értem, jól van, oké. Mit kell még róla tudnunk? Akarsz-e még valamit elmondani magadról, mielőtt összekapcsolunk benneteket? Hát én azt gondolom, hogy talán azért lennék egy megfelelő társa hétvégében, mert hogy
mellettem nem lehet unatkozni. Wow. Kívül abból, hogy valóban nagyon-nagyon sokat mosolygok, és mások elmondása szerint jó a humorérzékem is. Az fontos, hát ez kell. Azokat nagyon sűrűen csapom lefelé, illetve nekem is fontos, hogy a másiknak legyen egyfajta olyan humor, ami lehet akár egy kicsit szélsőséges is, illetve hálás ember vagyok, tehát én... Oh, hát az... De szeretjük, tudod, mi 40 felé, ezt már egészen máshogy érti. Hálás. Mondjuk nekem már visszaköszönés is hálás. Jani bácsi, jó. Ránk egy nő ránk mosolyog, mi már nagyon hálások vagyunk. Igen? Mondjad? Tehát éltem ez alatt, hogy az élet legapróbb örömeinek is tudok olyan nagy rácsodálkozással örülni, és például képes vagyok egy falevelet megnézni, amint bederesedik, szóval én ilyen tényleg nagyon-nagyon-nagyon élet kis dolgai. Hát lehet, hogy az életek, Patrik, azon lehet el is írni magát, és akkor te felfedezed, hogy minden beledderesedett falevelet bebőg egy kicsit, és jól lehetsztek. Oké, na felkészültetek akkor a nagy találkozásra? Én fel. Jó. Átadunk akkor benneteket egymásnak, egy adott ponton majd beleszólunk a beszélgetésbe, mert hogy kérdezhettek is egymástól. Jó? Jó. Oké? Uh-huh. Na, jó. Zsűri visszavonul. A zsűri visszavonul egy kicsit, hogy ismerkedjetek. Adri, bemutatjuk akkor neked Patrikot. Itt van Patrik, és itt van Adri, ti jöttök. Szia, Adri. Szia, Patrik. Szeretnélek megnyugtatni, hogy eddig abszolút befutó vagy. Köszönöm. Nem hangzott el, merre felé lak? Balatonod. Tessék, itt vagy a szomszédban. Igazából így hallgatva téged, az jutott eszembe, hogy inkább hasonlóan a nem budapesti lányokhoz, te már abszolút nyitott lennél arra, hogy feleség, babázás és egy komoly kapcsolat. Egy komoly kapcsolat, de én úgy vagyok vele, hogy azért egy kapcsolathoz az is hozzátartozik, hogy eleinte egy kicsit kettesben legyünk. Élvezzük azt, hogy ketten vagyunk, és hogy egymás társaságában miket tudunk egymásból kihozni. Aztán természetesen később jöhet, igen, így van a kapcsolatnak az úgymond vele járója, tehát a család. Én az az igazság, hogy most egy picit talán megijedtem, mert olyan kicsit komolynak gondolnak, és azt gondolom, hogy ez a három nap inkább egy ilyen hülyéskedés, ismerkedés, lazulás, tényleg egy ilyen romantikus hétvége, amiben abszolút benne van a pakliba, hogy soha többet nem találkozunk. De téged viszont egy picit úgy érezlek, hogy olyan nagyon komolyan mesedett a dolog. Kiindulva abból, hogy tavaly is már jelentkeztél rá, és idén is éltél ezzel a lehetőséggel. Igen, lehet. Lehet, hogy nem mondanám, hogy túl komolyan. Inkább azt gondolom, hogy hagyom, hogy az történjen, aminek történnie kell. Én nagyon hiszek abban, hogy nincs véletlen. Minden találkozásnak jelentősége van az életben, és mindig csak annyit adunk és kapunk a másikból, amennyire szükségünk van. Tehát mindig annyit tanulunk, és mindig annyit tanítunk, amennyi belőlünk jön, és amennyi arra a kapcsolatra fontos, hogy ez megtörténjen, ez az úgymond átvitel. Oké, na itt vagyunk mi is, jó, megérkeztünk, mert itt már ilyen koelhói magasságokban vagyunk. Igen, már összejöttetek, elváltatok, itt már minden válasz, volt. Gyerek, nyugi, még csak egy hétvége minden. Én már rágugliztam, hogy honnan vannak az idézetek. Okay. Na, a hétvégével kapcsolatban jöjjenek a kérdések. Ezek lehetnek pajzán kérdések, lehet egészen előremutató kérdés, konkrét kérdés, mit csinálnál velem, mit mondanál, hogy képzeled, jó? Ki mivel készül? Már lenne is. Oké, figyelünk. Adri, mit kérdezné Patriktól? Hát azt, hogy ugye lesz egy romantikus, gyertyafényes vacsora, és hogy ő ezt hogy képzelni el? Az az igazság, hogy én abszolút nem vagyok előre tervezős, tehát egy abszolút spontán ember vagyok, bevallom őszintén, egyáltalán nem gondolkodtam ezen. Az biztos, hogy egy dolgot nem fogok magammal vinni, öltönyt. Tehát, hogy nagyon jó. Tökéletes. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy képzelsz el egy éjszakai fürdőzést. Ez a beszéd. Na, gyere, hagyjuk ezt a fáradt, 50-es beszélgetést, és menjünk át 20 évesbe. Mikor dobod le a felsődet az éjszakai fürdőzésnél? Már előtte, vagy közben? Oké. Adri, hogy képzeled az éjszakai fürdőzést? Este van. Némi pezsgő és eper kíséretében. Ez az. Pezsgő és eper.
Benne van ez a számlában? Epret honnan szerz? Honnan az Istenből szerzünk epret? Gyerekek, ilyen gazdag át 2000 kilója. Legyen inkább pesgő és banán. Tehát pesgő és eper, így képzeled. Uh-huh. Ha Patrik azt mondja, hogy dobjuk le a ruhát, és legyen ez egy meztelen fürdőzés, Adri, próbálok rá egy kicsit segíteni. Már Patriknak? Nem úgy, hát csak úgy, hogy úgy kicsit úgy. Akkor belefér? Hát mondjuk a melltartó, tehát a bikini felső, igen, az talán. Bikini felső. De miért, mert más is van esetleg azért, vagy csak, hogy a Patrik zavar? Hát, bikini felső és alsó, tehát, hogy... És alatta marad az úszadressz. Aha. Így van. Úszakabát. Oké. Van-e még kérdés Patrik Adritól, Adri Patriktól? Bármi, amit akartok tudni még egymásról? Szokott-e csípni a klór? Bárja, hétvégével kapcsolatban, az éjszakával kapcsolatban, bármi az együtt alvással kapcsolatban, nem konkrétan a szexre gondolok, hanem hogy mit horkolsz, mit tudom, olyan vicces, nem vicces. Adri, horkolsz? Bármi, hát gyerekek, hát lehet, hogy együtt töltötök 3 napot, hát akár egy ilyet is lehet tudni. Hozzátok, orcsipesz. Egy nap után haza jöttem, ne haragudjatok. Nem bír. Akartok még Patrik valamit Adritól? Én az az igazság, hogy még megkérdezném, hogy mennyire bújós, mert hogy én nagyon szeretek, én mondjuk kiflibe összebújva. Tehát, hogy mi akarsz lenni, Adri, kis kifli vagy nagy kifli? Tartunk. Adri? Én nagyon szeretek összebújni, és a simogatást, ott ilyen végtelenségig képes vagyok eltűrni, úgyhogy... Nem vagyunk egyformán. Oké, Adri, szeretnél még valamit tudni Patriktól? Igen, hogy milyen a kedve például reggelente, amikor felébred? Milyen a kedve reggel, amikor felébred? Attól függ. Ez a múlt estétől. Hát, elég vastag és nagy a kedvem reggelente. Egyre szeretem, gyerekek, hát Patrik ez kell, ez kell. Vastag és nagy a kedve. Azt hittem csak egy unalmas vízgazda. Fél órával, kis Patrik fél órával előbb kell, mint én, de nagyon kicsi kócsinga. Én még fekszek, de ő már kiment klotyóra. Igen, Patrik, szóval, hogy... Szóval jó kedved van reggel. Vidáman és könnyeden kelek. Most az előbb a telefonotokra ébredtem, úgyhogy. Nagyon jó. Oké, na, Adri, megtudtunk mindent? Megtudtál mindent Patriktól? Már nem mert kérdez. Hát, igen. Most már vagyok vele, hogy... Jó van, oké. Adri, akkor tőled elköszönünk, jó? Lesz még 4 jelölt, ugye hát ők a konkurencia, de pénteken térünk erre újra vissza, hogy akkor kit választ. Patrik, hallgasd az adást, addig megtudod a többi csajról is az infókat, és hát egyre többet Patrikról, ha téged választ. Jó? Jó, rendben, jó van. Köszönöm. Adri, Patrik, maradj még, Adri, tőled búcsúzunk, köszi, ciao. Ciao. Hello, szia. Puszi. Na Patrik, egy rövid értékelés. Az az igazság, hogy nagyon szimpatikus, kedves lánynak tűnik, de egy picit azért olyan, ha finoman akarom fogalmazni, karót nyert. Igen, hát a csajok védelmében talán nem könnyű, ő egy ilyen karakter, lesz majd más is, persze, hát itt talán nem is könnyű azért így elsőre mit mondani. Igen, én nála kicsit úgy éreztem, hogy ő talán a nagy őt keresi, nem? Lehet, hogy ő már egy komoly kapcsolatot keres. De hát ezt neked kell eldönni, Patrik. Így van. Meglátjuk a többieket. Ha találunk egy kicsivel lazább lányt, akkor... Ó, hát persze még, hát még van 4 jelölt. Van még 4 jelölt. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát jó reggelt, srácok, semmi különös, így elgondolkodtam. Jaj, attól már sem meg a minket. Nem lesz komoly tőlem szokatlanul. Nem a világ megváltozik. Megint a WHO. Nem WHO. Nem menekültek. Kiadott az ENSZ egy jelentés. Nem börtön. Nem, semmi ilyesmi. Tegnap utaztam a metron, mint minden nap. Hát, ha tudtok nekem segíteni. Nagy gondolataim támadtak. Mond. Felszálltam tegnap Kőbánya Kispesten a metróra, de ez többször megfogalmazódott bennem, csak nem kérdeztem még meg tőletek, hogy miért úgy mondják be a megállókat, ugye külföldiek számára mondják angolul. Ez nagyon klassz egyébként, és tényleg. Csak miért azt mondják, hogy Újpest központ? Akkor miért Újpest központnak mondja, miért nem azt mondja, hogy Center of Újpest? Miért mondja Deák Ferenc tér? Mert az square. Deák Ferenc square. Nem értem. És ezen már nagyon sokat gondolkodtam, hogy Margit Hídzs.
mondja a négyes villamoson. Keveset metrozom, de ez nagyon Margit szórakoztató lehet. Ezt amikor metrozunk, én is észrevettem. De hát az bridge. Úgy nem érti meg? Tehát, hogy én ezt nem értem, de tudod, tényleg nem értem, hogy Ferenc tér. Igen, ő így fogja majd mondani, Ferenc. Amikor ő megkérdezi a magyar állampolgárt, akkor ő így fogja majd mondani, you know, hogy így, hídvei meg tér. Na, de ő hallja a tárcsa, nem hallja azt, hogy bridge. Vagy nem hallja azt, hogy square. Drag Ferenc square. Hát, hallja, nem hallja, csak nem fogja tudni magyarul mondani, ja, érted? Oh, yeah. És a magyar ember meg a square-t nem érti, meg a bridge. Igen, bridge-eset. És mi többen vagyunk egyelőre. Érted, mint a külföldiek. Hát, ő csak arra kiszolgálni. Hát igen. Hát ő nem tud magyarul. Tehát azért, mert akcenttel mondod, hogy híd, attól azt érti, hogy bridge. Tehát nem értem. Nem, a bridge-et az csak azért akkor kéne mondani, ha akarod is, hogy értse, hogy na, de én szeretném, hát azért mondom be. Nem kell, hogy értse azt, hogy ez egy híd, neki, hogy hol kell leszállni, kérdezi majd angolul, és akkor, amikor azt mondja neki, hogy Margit híd, érted? Akkor fogja megérteni. Nem, fogok megérteni, hogyha egyre hangosabban mondod, nem érted, Drág Ferenc tér! Azért van, hogy ami ki van írva, meg igen? Amit mond, az egyforma legyen, mert ha az van kiírva, hogy Újpest központ, de közben az van, hogy Center of Újpest, ahogy te mondtad. Center of Újpest. Akkor nem Újpest tudja, hogy hol van. Központ. Hát nem tudja, ő nem érti az Újpest központot. Újpest. Tehát az, tehát érted, te felszállnál Londonban egy metróra, igen? És más lenne kiírva, mint amit bemond, akkor nem tudnád, hogy hol vagy. Na, de nekem magyarul akarná bemondani Londonba. De nem tudja, miért. Akkor mi mondja azt, hogy, az én tehát, magyar akcentus, hát nem is tudok olyat. Elmennél Londonba, nem tudnál angolul, és más lenne kiírva, és ő tök mást mondana. És azt mondaná, nem tudod, hogy hol vagy. Trafalgar tér, ezt mondaná a londoni metró, utána hülyén, hogy ezt most miért úgy nézi a térképet, és azt mondja, hogy Margit híd, és látja, hogy ki van egy Margit híd, és hallja, hogy Margit híd. Tehát, hogy valószínűleg ezt teszi össze, mert ha az lenne, hogy Bridge of Margit, ezt mondtad? Hát akármi, igen, bridge. Igen. És közben az, hogy Margit híd, akkor nem tudja, hogy hol van. A hídat nem is így olvassa az angol. Mert a neveket kell, akkor nem a Margit, mert Margit, ezt még összeteszi. Az oké, hát nyilván de mit neveket tudom, nem lehetne. Lehel tér, vagy fene se tudja, nem hát tudom. Hát még éleve Margaret. Hey, igen. Na de Margaret Bridge. Margaret Bridge, okay. De nem lehet így bemondani? Hát nekik akarunk kedves. Nem tudja bemondani, mert közben, tehát, hogy más van, szerintem azért harmonizálják, mert már ugyanaz van a térképén. És ha nem látja a térképet, csak hallja, akkor mi van? És mi a helyzet akkor a nagyon kedves a magyar albán turistákkal például, hát akik, az... ők nem érdemlik meg, hogy az anyanyelvükön legyen bemondva? Nem, a az angol nemzetközi, nem, hát nyilván akkor mondjuk be németül is, meg francia, nem, ez jó, ez így angol, csak hogy ugye ezen így ember. Nem, szerintem ebben az a fura, hogy akkor miért nem mondja azt, hogy Újpest központ. Újpest központ. Tehát ez akkor miért segít, hogy Újpest központ? Hát ez a négyes metről én is hallottam, mert veszem meg. Ha ő elolvassa azt, hogy Újpest központ, ő így fogja elolvasni, hogy Újpest. Ja, már akcentussal olvassa el. Tehát hülye? Kaszpont. Ezt nem mondtuk, hogy hülye, csak nem beszél magyarul. Na de akkor nem mondjuk be, mert akkor mondjuk be magyarul, és kész. Nem tud leszállni, hogy Újpest központnál nem száll le. Nem hallja, de értitek, nem, én itt egy alagútban vagyok. Nem tudom, hogy igaz az a vége. Akkor azt mondjuk, hogy Újpest központ, és ugyanúgy elmondom, Újpest központ. Mi így beszélünk, Újpest központ. Újpest központ, így nem beszélünk, hogy Drag Ferenc tér. Ő beszél így, nem te, ő. Ez szörnyű. Na értem én. Azt írja valaki, hogy ez a magyar, meg az angol, meg a mangol. Tehát ez a magyar angol, ez a mangol. Tehát itt mangolul beszélnek. Ez a magyar angol. Értem. Tehát köszönöm a felvilágosítást. Ez most már a hármas metrón is így van? Vagy persze, csak a négyesen? Abszolút. Drag Ferenc tér. Tehát Pöttyös utca és Pöttyös utca. Hogyne? Nyugati tér. Pályaudvar. Tényleg? Megőrülök. Hát én nem nagyon metrózom, de ez nagyon jó. Arany János utca. Az mi? Csak a nyugati. Nyugati? Deák. A Deák. Tehát ezek a fontosak. Igen. A hülye rohadjon meg az Arany János utcán, az nem érdekes, szájol a lehelem vagy a nyugatinál. Igen. Calvin Tear. Hát mert a Pöttyös utcát, az hogy mondja ki az angol? Ott van egy Y rögtön, ami ő meg, tehát egy kész számára ismeretlen. Azt nem lehet lefordítani, nekem itt azzal van a bajom, Pilango, a központra, a térre, a hídra, vannak angol szavak. A pályaudvarra, egyebekre. Tehát nekem nem, a neveket nyilván nem lehet lefordítani. Tehát Puskás Ferenccel nem tudsz mit kezdeni. De ezt tudják úgy. Nem kell, nyilván nem fordítunk, de hogy miért nem mondja azt, hogy bridge, miért nem mondja azt, hogy square, miért nem mondja azt, hogy center, nekem ezzel van a problémám. You know? Mi igen, de ők nem. Abszolút értjük. Na mindegy. De mondjuk a metróztunk, én is gondolkoztam. Tessék? Egy időalagútba kerültem. Tegnap végig ezen gondolkodtam az Árpád hídig, Kőbánya Kispestől, hogy milyen érdekes. De már a 4-es-6-oson is gondolkodtam. Moritz Zsigmond Körcsér. Na, tessék. Tessék.
Ezt is így mondja. Square. És semmennyi időd van, egyszer úgy cserélnék veled. De tényleg ezek az életben. Egyszer lenne ennyi időm egy nap, hogy ezeken ilyen órákat tudjak itt gondolkodni, hogy ennyi minden van. De érdekes egyébként. Na mindegy. Köszönöm minden esetre, fiúk, a segítség. Azt írják, hogy angol hölgy mondta föl, és ő nem tudott magyarul. Aha, ugye? Nem. Ugye az angol viszont szép legyen benne, hogy a következő megálló angolul lesz, nem tudom, hogy van, de ugye, hogy mondja, a szép legyen, viszont azt már nem tudta, hogy a körtér, az nem körtsej. Az, ez you nagyon know. Sokban, you azt, know. Azt, hogy tud, hogy hol vagy. Tehát csak gondolj bele tényleg, amit mondtam, te vagy külföldön. És mást hallasz, és más van kírva. Nem tudod, hogy hol vagy. Tehát muszáj ugyanúgy mondani. Aha. Egyébként... Érted? Én nem tudod, nem, ha elmész valami Németországba, és mást hallasz németül, meg más van kírva, fingod nincs, hogy hol vagy. Tehát de nem mondja kell, akkor be, nekem az, ezért akkor kell a kettőt harmonizálni, tessék? De nem mondja be, akkor mondja magyarul, és készen vagyunk. Na jó, van, erígy. Na jó, megyek. nem elég volt. De azért haza találtál. Haza? Na, jó, hát nem, át, nem kellett valahogy átszállnom, mert gond lett volna, Jack téren át kell szállnom. De azért láttál sok tipródó turistát térképpel a kezébe? Egyébként szoktam. Hát mi hányszor segítettünk itt a Népligetnél? Busstation. Na itt mondjuk itt Busstation. Egyébként itt azt mondja, hogy National. Itt mondjuk azért kimondja, hogy National Busstation. Mit, nemzetközi buszjáratok vannak? Yes. Komolyan? Milyen jól lenne egyébként lennének táblázva. Janival tudnánk mesélni, hányszor segítettünk el kallódó japán turistáknak. Nagyon vágtuk. Over there, over, oh there, there, over. Megfogjuk a kezed és elviszik odáig. Nem beszélünk, fogjuk. No, over this way, come please over. Megfogtuk kezét. Before tobacco, go street light. Hát de figyelj, ezzel, fogod a kezét, hát ez így beszélünk a Janival, angol, igen. Hát így. De kicsérd oda. Hát az a jó megoldás. Azt csináltuk, persze. Ezt csináltuk. Megfogtad a kezét, hogy oda vittük, persze. You know. Nagyon szórakoztató lehetett, hogy vonultok ott egy japán csoporttal. Na jó, van. Na, mentem. Dolgozzál most már. Lezsibbadtam. Hát, én szerettem, hogy abban néha bejön, megjelenik valami jó problémájával Anna. Ő ilyen, nem is tudom. Ugye, ha nincs mi háborogni, Anna az az ember, aki úgy is talál valamit. Tehát olyan reggel itt még nem volt, hogy az Annának ne lenne valami baja. Ti, hallgatók, ennek a töredékét kapjátok, ti boldogak vagytok mindannyian. Próbálok láthatatlan lenni pedig a fotelon, mikor oda kipekszem. És odaáll mellé, te már alszol. Mondd, hogy tudod, mint gondolkoztam? Ma reggel mondom, biztos kell azt nekem tudni. Ez a párbeszéd, ez ebben a formában így. Biztos kell, azt, biztos nekem ezt most tudnom kell, hogy mind gondolkoztál. De aztán elmondta, hogy mind gondolkozott. Hiszen ez őt nem érdekli, hogy téged nem érdekel. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hello Patrik, újra itt vagy. Ciao. Itt vagyok, sziasztok. Hello. Na, összekötünk benneteket, akkor beszélgessetek. Szia. Hát készültem kérdésekkel. Mi volt a legveszélyesebb dolog, amit csináltál eddig? Ezt hogy érted? Hűha. Egyszer rossz. Minden ilyen a veszélyeset? Hát amilyen legkalandosabb, legveszélyesebb dolog volt. Hegyet másztál, bungee jumpingoltál, kiugrottál ejtőernyővel, vagy nélkül egy repülőgépből. Hát sajnos ilyenek még nem voltak az életemben. Viszont bakancslistás az, hogy kiugrok a repülőből ejtőernyővel. De ennyire ilyen extrém dolgaim nem voltak. A húzóra megittad a Dyer vizet, hogy... Például. Pati, egyből a kérdések? Tehát nem is akarsz egy picit beszélgetni? Anitával azonnal előálltál a kérdésekkel. Előálltam a kérdésekkel, és jöhetne a második, gyanta vagy borotva. Ez az! Jó! Ez az! Ez fontos! Az elején nagyon jó volt a kis terelő kérdés, a második viszont nézzük az igazán fontos kérdés. Igen, Anita? Borotva. Borotva. Megnyugodtam. Megnyugodtam. De naponta három és arcon. Oké, okay. Anita, te szeretnél-e valamit kérdezni azon túl, amit felírtál elsőként, vagy azonnal a... Hát én nem írtam föl semmit. Jó, akkor úgy fejből, hogy mi az, ami érdekel? Tehát, hogy igazából szívem szerint nem kérdeznék a Patriktól semmit, mert úgy eléggé a spontaneitás és a személyes találkozó híve vagyok, viszont tehát azért nyilván én is kíváncsi vagyok egy-két dologra, úgyhogy fel fogok tenni egy-két kérdést neki. Hát ez Janta vagy Borotva, Patrik. Mindenféleképpen arra szeretném őt megkérni, hogy érveljen egy picit azért, hogy miért érdemes érte, mint pasiért küzdeni. Tehát mit tudna ő nyújtani mondjuk ezen a hétvégén egy nőnek, ami extra lenne?
Hát szerintem az extra dolgot így nem igazán tudnék nyújtani. Amit én tudok nyújtani, az tényleg egy olyan három nap, ami egy kaland. Abszolút spontán vagyok, tehát nem tervezem meg a hétvégét előre, hanem ilyen ad-hoc jelleggel van nálunk egy kocsi, akár a hétvégén ott elmenni a környéken kirándulni, akár felfedezni a környéket, de abban is benne vagyok, hogy filmet nézünk az ágyból egész nap, és csak a szobaszervízzel felrendelünk valami kaját, és beülünk a jacuzziba. Tehát teljesen nyitott vagyok. Azt gondolom, hogy teret engedek a másiknak is, de ugyanakkor tényleg egy kellemes, beszélgetős, kalandos, akár extrém hétvége is lehet ebből. Meg egyébként meg Patrik, hova nyújtsad már, nem? Ezt tegnap is elmondtam. Oké, ki kérdez kitől? Hát én kíváncsi lennék arra, hogy az ágy melyik felén alszol. Az ágy melyik felén? Már hogy érted, hogy melyik felén? Hát felén valószínűleg a láb részén. Tehát, hogy az ablak felé, vagy a szekrény felé? Vagy jobb mondjuk. Vagy bal. Tehát, hogy jobb vagy bal. Aha. Ha szembeállunk az ágyjal, akkor a jobb oldalon alszom, amiatt, hogyha kifliben alszunk, akkor ne a szívünkön feküdj. Nyomos, ez miért fontos egyébként, Anita, hogy melyik oldalán az ágynak, ez egy nőnek jelent valamit? Igen, tehát voltam, megkérdeztem. Tehát jössz majd ki a fürdőszobából, ha Patrik ha bal oldalon fekszik, akkor ilyen pasi, ha jobb oldalon, akkor olyan? Tehát ebből messze menő következtetés lehet levonni? Nem volt ilyen. Kíváncsiság volt. Következő kérdésem az lenne, hogy Ádám kosztüm, boxer. Várj, mert ha már a zuhanyt emlegettük, akkor egy kérdésem nekem is lenne, melyik testrészedet mosod meg először a zuhany alatt? Hát ez szóval! És még mennyi titok derül majd hétvégén egymással? A talpam. Igen, melyik testrészt mossa meg először? Anita? Vállamat. Amit először a víz ér, nem? Hát a, igen, ugye? Igen. A fordított gyertyaállásba állsz a zuhanyba, akkor az is lehet, hogy... A talpad. Mindig egy jó kamilás üdőfürdővel vezetem fel a zuhanyzát. Oké, mi volt a másik kérdés, hogy boxer? Hát, hogy miben alszik, igen. Ádám kosztüm, boxerása vagy pizsama nadrág? A Halloween-et és a baby doll-t kihagytam direkt. Ez függ attól is, hogy milyen állattól félsz. Tehát, hogy boxer vagy fecske. Szerintem, hogy állat van az alsó fecsában. Igen? Általában Ádám kosztüm. Uh-huh. Tehát mesztelenül alszol. Igen. Na jó van, oké, kell még valamit tudnunk erről a dologról, Anita? Mert nekem lenne még egy-két kérdésem. Na, oké. Na. Kopasz, barack vagy alakadás jelző háromszög? Jó! Kopasz, barack vagy alakadás jelző háromszög? A kopasz, barackot értem. Mi az alakadás jelző háromszög? Hát, kis most már kell magyarázni. Van, láttunk ilyet, hogy egy pasi bevágja a háromszöget? Ne csináljátok, a késő. Hát én le vagyok maradva. Mangrove, mocsár vagy tundra? Atya Isten! Igen, Patrik? Most a lányokról beszélünk, hogy én mit kedvelek, vagy magamról? Persze, a lányokról. Ja, akkor értem, azt hittem Paliknál kérdezzük, mert az viszont furul lett volna. Tehát a csajoknál, oké, Patrik? Hát akkor lehet egy ilyen kis leszálló pálya. Kis nyomcsáv. Igen, egy nyíllal a végén, hogy merre menjél, Patrik? Tehát, így van. Kifutó fényekkel együtt? Igen. Ja, Istenem, oké. Van még ilyen, drágám? Adita, van még ilyen? Hát, gondolom hallotta azért, hogy egy picit beteg vagyok. Hát kíváncsi lennék, hogy mit tenne annak érdekében, hogy minél előbb felgyógyulja. Patrik? Hát kanalas gyógyszer. Kanalat. Minden két értelmű. Jól van. Oké, Anita, akkor ha ennyi, megtudtál mindent, amit szerettél volna, akkor beszélünk még egy kicsit Patrikkal, jó? És hát meglátjuk, hogy te leszel-e a kiválasztott. Jó? Jó, rendben. De oké, puszi, ciao, köszönjük szépen. Szia. Anitának puszi, köszönjük, ciao. Hello. Patrik, mit gondolsz? Nagyon szimpatikus, nagyon kedves, határozott, ugyanakkor jó pofa, vidám, biztos, hogy szuper hétvégét ember. Na, mondjuk ne felejtsd el, hogy egy hét tájföldet kell kompenzálnod. Igen. Azt nem is értem, hogy az hogy került. Egy 10 nap luxus utazás tájföld és 3 nap hosszú hétvége évizen, azért a kettő nagyon nem. Ennek a dejlatos reklámot mondani, azzal keverték. Ha. Jól van, oké, hát még azért nem kell döntened, hiszen még csak kedv van, úgyhogy péntekig még azért tudsz választani.
Jó? Jó, mindenképpen. Kíváncsi vagyok a többiekre is. 9 után hívunk akkor holnap. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Találtunk egy cikket, mert hogy állítólagosan kitálaltak egy nagy amerikai cégről egy könyvben, és született egy könyv, annyit kell róla tudni, ami pikáns titkokat rejt egy amerikai nagy mamut vállalatról, és hát azt mondják a szakértők, hogy egy volt alkalmazott, ugye januárban jelentette meg ezt a könyvet egyébként Amerikában, valószínűleg a Google alkalmazottja lehetett, és egykor egyfajta kereskedelmi vezetői posztot töltött be ez a fiatal ember, aki eljött a cégtől, és kitálalt arról, hogy mi történik valójában a Google-nál. És egy amerikai magazin, egy lap megszerezte a könyv egy korai kiadását, amit végigolvastak, és ők azt mondják, hogy az az érzésük, az a kifejezett érzésük van, hogy ez egészen biztos, hogy a Google-ról szól. Egyetlen egy betűvel sem utal a szerző nyilván a könyvre, de leírja, hogy például, hogy a könyv borítója is a híresen jó munkakörülményéről ismert Google színeit használja például, tehát így tudták ezt beazonosítani. És leírja, hogy mi történik valójában a Google-nál, amiről ugye nyilván most nem tudjuk, hogy a cégvezető tudnak-e vagy nem, mindenesetre nem az, amit állít magáról a cég. Hogy ez most fikció, vagy ez most valóban így van, ezt ugye nehéz eldönteni, ő nem írja le, de amerikai lapok már megfejtették, hogy a Google-ról van szó. És hát azt mondja, hogy nagyon érdekes a cég belső szerkezete, nagyon sok minden tapasztalt, valóban nagyon jó körülmények között tartják ott az ott dolgozókat, de például a cégen belül dolgoznak kokain dílerek, akik szállítják neked a megfelelő adagot. Ne. Tehát úgy vesznek fel, hogyha te kokainista vagy, akkor beülsz az irodába, a kettes gombat a telefonon. Nem, ő azt mondja, hogy jobb munkakörülményeket biztosítanak úgy, hogy te tudsz például rendelni, és ezt elnézik, nem tudnak róla, hagyják, mert hogy akkor mindenki nagyon boldog és kreatív. Boldog, kreatív és inspirált tudabb állapotba kerülhet akár. És megkérdezték a könyv íróját egy interjúban, hogy mennyire inspirálták megtörtént események a könyvet, és azt mondta, hogy 90%-ban ezek valójában tényleg megtörtént események, ami ennél a mamut vállalatnál történt vele. És azt mondja, hogy nem azt jelentette ez a dolog, hogy mindenki fogyasztott, meg mindenki kábítószeres, és mindenki kokainista, csak a lehetőség volt meg, hogy ha akartál, akkor tudtad, hogy kinek kell szólni, és ezt munkahelyen belül terítették. Óriási. A belső hálózat van, lehet, hogy a termelést is megoldották a tetőn, nagy a Google-nak az irodaház. Azt eddig is tudtuk róluk, hogy ilyen nagyon kreatívan dolgoztatják az embereket, tehát olyan irodáid vannak, hogy van például, aki egy kalózhajót álmodott meg magának, hát, hogy egy kalózhajónak a fedélzetén akar dolgozni, és berakták neki. Berakták neki, így van. Hát a Google-ről azért tudni lehet, hogy ugye mi foglalkoztunk egyszer velük nagyon régen, hogy mennyi mindent biztosítanak, hát ez magyar szemmel felfoghatatlan, hogy ott mit kapnak az alkalmazottak. Főleg így a Rács túl. Volt egy virtuális túra, amit én megnéztem, amikor te be tudsz menni a Google, nem tudom, egyik irodájában, talán a Szilícium völgy, vagy mindegy. És bemegy egy szobába, és valaki éppen... Léci! Léci! De egyébként jelenne. Körülbelül volt egy csávó elkötött karrasban. Igen. Vagy nem, mert hogy hívják, lábát rakta fel az asztalra. Ja, igen, hogy nem látszik. Igen. Nem, csak hogy mit ad közben a Google? Nem erről akarunk beszélni, mert nem ez a fő témánk, csak egy-két szemezgetés, hogy hol tartanak. Például, ha valamelyik dolgozójuk meghal, akkor a cég fizetésének a felét még 10 éven át utalja a házastársnak, vagy élettársnak, hogy ugye rendben legyen, tehát kapod még a fizetést. Ha az elhunyt dolgozói gyermekei is voltak, akkor 19 éves korukig, 23 éves korukig havonta $1000 juttatást kapnak például. 141 ezer dollár körülbelül az átlagfizetés, van saját mosodájuk, hogy ne kelljen mosatnod, babysitterük, óvodájuk a Google-on belül, tehát ha te bemész, akkor beadod a gyereket, közben dolgozol, kötetlen munkaidő, kaját tudsz rendelni, svédasztalról lehetsz, különböző szinten különböző büfék, tehát tényleg felfoghatatlan, hogy itt minden arról szól, hogy érezd jól magad, legyél baromi kreatív, és keressünk rajtad sokat. De most mi nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy nyilván Magyarországon is van nagyon sok olyan munkahely. Hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Ja, hát ami? Egy ilyen típusú munkahely. Egy eszembe jutott, hogy mire gondolod? Most vegyünk egy Tiziánót!
Hát nagyon rá vagy erre gyógyul. Ne, Gyuri bácsa, nem az most tényleg túlzás. Ne! Gyógyuljunk rá erről kicsit, létsz, jó? Térjünk vissza a témához. Amikor is titokban történik valami a munkahelyen. Hallottunk olyan magyar mentőállomásokról, például ahol disznót vágtak. Ugye? Igen. Hát könnyű voslaggal kimosni a helyiséget. Délelőtt ott valakit megmentettek, délután pedig gyere Józsikám, mert friss a hagymásfél. Levágták a disznót és laggal lemosták. Volt ilyen, emlékeztek? Magyar mentőállomáson disznóvágás. De nézzük meg, hogy mi zajlik a magyar munkahelyeken titokban. Ugye mi szoktunk itt egyfajta ilyen nem reprezentatív közvéleménykutatást indítani, amikor is arra kérjük hallgatóinkat, hogy valljanak nekünk különböző témában. Ha nem akarjátok, ne írjátok le, hogy melyik munkahely. Ha nem akarjátok, ne írjátok alá. Mi azért örülnénk, hogy egy multi, egy kereskedelmi cég, egy élelmiszerlánc, tök mindegy, nem adjuk ki, nem lehet ezt kideríteni, hogy kiről van szó egészen pontosan. De írjátok meg, hogy nálatok mi zajlik titokban. Mi is megmondtok a színésznek a keresztnevét. Most jöttök. Ott maradtok éjszaka, és bulit rendeztek. A főnök elmegy, egy kis vállalkozásról van szó, 8-kor, 10 órakor titokban lopjátok a kulcsot, megérkeztek, hoz mindenki rengeteg piát, hajnalig táncoltok a fénymásolón. Tehát mi történik? Mi történik? Ez lehet a magánszférából, ez lehet állami cégnél. Mi történik a ti munkahelyeteken titokban, amiről a vezetők, a főnökség nem tud? Jó, ezt kicsi pékségektől kezdve a mentő állomásokon keresztül tényleg írjátok meg nekünk, ha van olyan, amit be kell, hogy valljatok. Hogy ti mit csináltok? Biztos, hogy vannak ilyen munkahelyek, nem? Persze, a titokban ezt egy ülés van, vagy napközben, vagy az iroda egyik szegletében, délben, fél egykor találkoztok, és ott hárman csináltok valamit. Vagy csak ketten a kolléginával félre vonultok, hát azt tudjuk, hogy fél négykor a fénymásoló mellé, bekapcsoljátok, hogy senki ne hallja, és aztán elkapjátok egymást. Vagy önhatalmulag mondjuk az éjjeli portás kiadja egy felnőtt filmforgatásra, mondjuk az Olvasott termet, ahogy arra volt konkrét a precedens is. A felnőtt kiadta a portát. Srácok, igen, 10-kor zárunk, akkor szerintem 11-re jöttek. Akkor már senki nincs, volt ilyen. Szép az interjő. Akkor bementek felnőtt filmet hallgatni? Reggelig tudták, hogy ha hétre jön a takarítóbrigád, meg 9-kor nyit a olvasóterem, akkor lehetett fél hétig forgatni. És másnap megint. Azt hiszem 5000 ér az egészet. Aztán csak csodálkozott a főigazgató, amikor otthon berakta szépen a lejátszóba a videokazettát, és meglátta. Egy köszönöm. Levéllel. Egy köszönő levéllel küldtek neki egy példány. Igen, kell jövő majd, ezek nem mi vagyunk. Igen. Nem a mi irodánk. Úgy, de csúnya dolgokat művel neki. Nálunk mit lehet csinálni? Plusz ilyen himi-humiban. Tehát amikor mi elmegyünk, a Zsül még marad, és átül oda a kis külső gépéhez. Zsül, szerintetek mivel foglalkozik? Bemegy a Titus irodájába, és ott királykodik, felteszi a lábát az asztalra, hintázik a székbe. És kiabál a képpel. Nekünk ez is jó SMS, hogy beülök a főnök székébe, és amikor már nincs ott, akkor nem tudom, hozatok magamnak egy kávét, és eljátszom a gondolattal, hogy én vezetem a céget. Tehát tényleg nem kell, hogy ez nagy kollektív dolog legyen, amit együtt csináltok. Ha valaki egyedül gengszterkedik a saját cégénél, a saját munkahelyén, azt is írjátok meg. A lényeg, hogy mi az, amit ti titokban csináltok. Jó? Fontos, ha már a Google-nél ez így megy. Az amerikaiak azt mondják, hogy kíváncsian várják, hogy lesz-e per vagy nem egyébként a könyvvel kapcsolatban. Hát figyelj, ha szín, azért a szín egyezik, biztos betűtípus, meg egy csomó minden, hogyha ha erre rá tudják húzni a Google ügyvédei, hogy tényleg róluk szó, akkor vége a csávónak szerintem. Igen. Tehát ott azért van egy háttér ehhez. Megérkeznek az ügyvédek, azért az nem lenni lejjebb, amikor megjön a felszólító levél, igen. Na, visszatérve a magyar lopáshoz. Pálinkai vászat, benzinlopás. Jó, nézzük? Ja, igen, nézzük. Na. Ki mit gengszterkedik a munkahelyén titokban? Mi zajlik a munkahelyeteken úgy, hogy nem tud róla a vezetőség? Írjátok meg nekünk. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Arról beszélgettünk, hogy az ember mit csinál titokban a munkahelyén, ugyanis megjelent Amerikában egy könyv, ami állítólag, hát nem tudjuk, hogy valójában így van-e, amerikai újságírók megállapították, hogy valószínűleg Google-ról szól, mert egy fiatal srác sokáig ott dolgozott, majd hát kiadta a jegyzeteit könyv formájában. Ő ugye soha nem írta le, hogy ez valójában a Google-ról szólna, de hát megállapították, mert ő könyv kifejezetten emlékeztette az olvasókat arra, hogy ezen vállalatról van szó. A könyv borítója is igen árulkodó. A Google színeit használja, és megkérdezték, azt mondta, hogy 90%-ban valóság az, amit leír.
És arról kezdtünk beszélgetni, hogy van olyan, hány olyan munkahely van, ahol titokban történnek úgy dolgok, hogy a menedzsment, a főnökség nem tud arról, hogy ebédidőben, munkaidőben, vagy ahol a kamerák nem látnak, mi történik. És arra kértük hallgatóinkat, hogy valljanak nekünk, nem fogunk senkit bemószerolni, senkinek nem adunk ki semmilyen számot. Ha akarják, nem is kell aláírni, vagy más néven írhatják alá, hogy valljanak nekünk, hogy ők mit csinálnak titokban a munkahelyen. Mert nem feltétlenül arra gondoltunk, hogy most passziánszozom ebédidőben, vagy amikor dolgozni kéne, hanem amikor két-három ember összedugja a kis bukcsiját, és kitalál valami vicceset, hogy az milyen jó lesz majd a munkahelyen, és azt a főnök mondjuk nem látja. Hát, jöttek, van baj. Illetve nem tudom, hogy baj, nagyon szórakoztató SMS-ek jönnek. Nagyon kellemes kis munkahelyek ezek. Őszinte hallgatóink vannak, én ezt szeretem. Valljatok még, mielőtt kikérjük a kameráknak a felvételeit, jó? Így van. Na, vannak egészen apró, kicsi, helyes csintevések, és vannak komolyabb dolgok. Ha elmegy a főnök, kicsit kimozdítjuk az illatosítójából az elemet, mert kollektíven utáljuk az illatát, a többi ötletet várunk, hát ez a cuki. Kimozdítjuk az illatosítót. Kollégámmal a cég hűtővizes medencéjére tettünk egy kis csónakot munkaidőben szórakozásra. Kb. Egy hét múlva szóltak, hogy egyébként a medencét biztonsági kamera figyelé, tehát jó lenne, ha ezt nem csinálnak. Igen, nézzetek szépen előtte. Az irodaházunkban, amikor magamra maradok, a hűtőből kiszolgálom magam, kényelembe helyezem magam, és céges telefonról felhívom a régi ismerősöket, majd ha a főnök bekapcsolva hagyja a gépet, leellenőrzem az előzményeket. Mit találtam? Az igazi királykodás. Puszi A. Ő már aláírni azért nem mert. Az egyik barátom a Bossban dolgozik, és több olyan ismert ember is van, aki rendszeresen visszaviszi a használat utáni ruhákat. Nem teljesen munkába vagy témába illik, de mindegy. Gyakori vendég valaki, akiről most szó van nagyon a hírekben, leamortizálja a ruhákat, és visszaviszi, mondaná, nem tudom kitisztítani. Ez még szerintem az ingyen élő kategóriába érkezett inkább. Úszodában dolgoztam, mint úszómester. Nyári időszakban, mikor már este lett, kiürült a strand, és a főnökség hazament, én és a kollégáim, meg pár barátom csúszdapartit rendeztünk. Éjszakai csúszdaparti. A legjobb volt. Dávid küldte nekünk. A mentőknél annó megyei vezetői engedéllyel vágtak disznót. Kirúgott kolléga kicsinyes bosszúja volt a féligasságoktól hemzsegő hadjárat. Írta valaki, ugye, mert hogy beszéltünk, hogy hát mentőszolgálatnál, egy bizonyos mentőszolgálatnál nappal mentettek, éjszaka disznót vágtak. Szuperebb helyen. Levágták, megbökték, lemosták, vége volt. Nagy nyomással kimosták. És a féligasság az mi volt, hogy fél disznó? Igen. Van egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Jó reggelt, Tamás vagyok, sziasztok! Hello, szia. Tamás, na vaj, ti mit csináltok? Hát már nem csináljuk, de az történt, hogy pár évvel ezelőtt egy irodaszer nagy kereskedéshez kerültem oda dolgozni, elég sok csinos kolléganő volt, hát az ellens interjún már mondták, hogy itt azért a házi nyúlra nem lövünk elvét, kéne alkalmazni ennél a cégnél, viszont történetesen volt egy kolléganő, akinek nem volt párja, és én is egyedül voltam, és hát megtetszentünk egymásnak, úgyhogy az első fél év gyakorlatilag úgy telt, hogy hátrajártunk az öltözőbe munkaidő után. Ezzel nem is volt semmi gond. Viszont utána elutazott a főnökünk egyszer Tájföldre nyaralni, és azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha bemennünk az ő irodájába, ott egy hatalmas 3 méterszer, nagyjából másfél méteres itt gyönyörű falhal. Hát nincs jobb, mint a főnök irodájában a nagy mahagóni asztalon magunkévá tenni a kolléginek. Pontosan mahagóni színű volt egyébként. És hát ott megtörtént a dolog, nagyon jól éreztük magunkat, iszonyatosan vicces volt, hogy a főnök irodájába lehet csinálni a papírok között, csak hát ugye arra nem gondoltunk, hogy Tájföldön a laptopján szemmel tudja ezt követni, gyakorlatilag, hogy mi történik az irodákban, ugye, mert be volt kamerázva minden iroda, és hát mint utólag kiderült, ő azért szeretett erre rákukkantani, hogy mit csinálunk munkaidőben. Na most ez nagyjából... És nem tudtátok, hogy be van kamerázva az iroda? Tudtuk, hogy be van kamerázva, de arra nem gondoltunk, hogy ha ő két hétre elmegy a családjával nyaralni, akkor azt fogja nézni, hogy mi történik bent az irodában. Legalábbis gondoltad, igen, koktélozik, fürdik, A főnöket elképzel, az egy nagy pillanat, mikor ülsz a medence szélén, fölütöd a laptopot, nézzük, mi történik az irodában, és valaki nagyon reszeli, igen, a kolléganőt az asztalodon. Ezek a papírmezékekre nem emlékszem. Jó lehetett a felbontás is, mert utána a kolléganőnek nem szólt, én kaptam a céges telefonomra egy SMS-t tőle, hogy ez szép volt, skacok, és egy nagyon komplett takarítást szeretne, mire ő hazaér. De jó fej! Abból tudtuk abban a pillanatban. Hát én elmeséltem a kolléganőnek, hát neki
Patrik ezzel lába remegett utána. Tehát megjegyzés a kolléganőről, hogy milyen lelkes, milyen aranyos, milyen ügyes, látom, nagyon odaadó. Azt írtam még, hogy nagyon ügyes volt a kolléganő, úgyhogy valami igen, hogy látom, kovácsolódik össze a kollektív. Az a szerencséd egyébként nem csinált belőle, vagy nem gyártott belőle egy kis MPG-t, aztán küldte szét a többiek. Nagyon rendes volt, mert megvárta az akció végét, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt volt, igen, nagyon korrekt volt. Hát utána egyenként egy kis elbeszélgetés volt egyébként. De maradtál a cégnél utána? Nem rúgott ki? Nem rúgott ki egyikünk se, úgyhogy utána még egy fél évig tartott. Viszont bekéreckedett a szendvicsbe. Igen, hát mentünk vissza az öltözőbe, utána még egy fél évig, aztán utána ez abban maradt, mert a lánynak lett párja, úgyhogy végül is így történt. Szemét egy világ, ez a rohadt élet. Szemét egy világ, ez a rohadt szerelem ködve, szóval se hihet. Tamás, köszi, hogy elmondtad, szerettük a sztorit, csáó. Köszönöm én is, fiúk, szia. Hello, hello. Itt van még egy hallgatónk. Laci, hello, jó reggel. Sziasztok. Nálatok? Szia. Mi történik titokban? Én buszsofőr vagyok, egy nem mondom melyik volán társaságnál, az egyiknél. Igen. Itt olyan esett meg, hogy egyik kollega jött járattal, és elütött egy nyufit. Hát nem akarta ott hagyni az útfélen unatkozni, betette a busz aljába a ládába. Itt megérkezett a buszpajdvar, ő még ment tovább, de beszólt a kollégáknak, hogy nem kell valakinek, mert itt a nyufi. Hát volt rá jelenkező, aztán átvitték a másik buszba, és ott így a hátsó ajtónál a csövekre föl lehet akasztani dolgokat a kapaszkodókra. Föllógatták, megnyugták, és akkor utána fényes nappal is a busztájúban rossz. Mondták az utasnak, hogy rögtön beállunk a perorra, pici türelme. Egy pillanat, ezt éppen zsigerelünk. Gereznát még lerántunk. Az a busz itt állt, tehát az nem ment akkor. Éppen azért adta oda a másik neki, mert ő tudta megoldani ezt a dolgot. Azt hittem kiszólt, hogy te is így jársz, ha nincs jegyet. Az ilyen szürelmes SMS-ek és hallgatói hozzászólásokra gondoltam, tényleg mi történik titokban a magyar munkahelyeken? Nyulat nyúzunk a volán buszon. Én ezt nagyon szeretem. Köszi, hogy elmondtad, csáó! Nagyon szívesen, sziasztok! Hello, csáó, csáó. Azt mondja, hogy elég gyakori egy ebéd időben titokban a cégünk lapos tetején, tehát most fönt a tetőn, igen, óvszert húzunk a fejünkre, amit felfújunk, aztán rohangálunk fel alá. Hát, beteg családapák vagyunk. A cégnél egyébként 100-an vagyunk, ne hívjatok. Gyerekek, valahol le kell vezetni. Igen. Hát valahol le kell vezetni. Óvszer a fejre. A cégnél 100-an vagyunk, ne hívjatok, fönn vagyunk a tetőn. Óvszert húzunk a fejünkre. A gyerek, aki nem tud ellazulni, megfeszülni se tud, nem? Hát persze. Én mindig ezt mondom. A legjobb. Az igaz, az nem húzza jól ez így van, szekeret. Ez így van, ez nem tud igazán szekeret húzni, nem tudsz lazulni, nem tudsz feszülni. Hát a kettő nagyon összefügg. Nagyon jó. Rendszeres tevékenység. Fél kettő, irány a tető. Azt mondja, hogy sogorom és két kollégája kömövesként dolgoztak egyszerre szeszüzemben, több héten át minden nap a slagvízmértéket üresen vitték magukkal mind a hárman, műszakük végén viszont vodkát hoztak ki benne. Jaj. Úgy buktak le a főnökük, rajta kapt őket, mikor a slagból ittak, és utána ferdén álltak. István küldte nekünk. Mi egy gyártóüzemben a műszakvezető tudtával éjszakásba körversenyt rendeztünk BK-val, mint a rollert hajtva ittasan, körülbelül 20-an fogadni lehetett, a termelés viszont elmaradt, mert nem kirúgtak minket. Ez a béka, amit viszed, hát az egy örök kihívás, meg mindig azért az embernek beindítja a fantáziáját, főleg, hogyha van néhány, egy picit ilyen infantilisabb felnőtt. Gattyán cégénél vajon mennyi öncélú malackodás van? A mezei alkalmazottak kiszolgálják magukat? Ne. Kérdezi valaki, ugye hát a legnagyobb ilyen chat oldal, erotikus chat oldal. A gatyához köthető, ott aztán van mulatság. Hát szerintem ott csak pénzt csinálnak belőle, valószínűleg úgy lazulnak el, hogy itt tudom én, a biblia felolvasó estek vannak. Mi raktározással foglalkozunk, és úgy tudjuk állítani a hűtőgépeket, mosógépeket, hogy a kamerarendszer ne lássa a kis boxokat, amiket létrehoztunk. Lehet ott aludni, pihenni, szeretni a másikat, és egy felügyelő targoncás jelez, ha jön valaki. Azt mondja, ha egy szaniterboltban dolgozom, ha nincs vásárló, egy távcsöves puskával lövünk célba a bolt egyik végéből a másikba. Igen. Azt mondja, hogy én már lassan egy konkurens céget tudok felépíteni a kertembe 6 év alatt, mindenből minden nap csak egy kicsit. Ugye, hát ez szépen kihordt. Jó. Régeségen a rudasfürdőbe lehetett bejutni éjjel 2-3 órára az éjjeli őrnek fizetett 5000 forintért. Az éjjeli őr vezetett be minket úgy, hogy kikerüljük a kamerákat, utána magunkra hagyott a barátnőmmel. Azt mondja, hogy amikor éjszaka egyedül dolgozom, bemegyek a főnök irodájába, és megdöntöm az aknakereső rekordját vírus néven, sose ért. Én ezt nagyon bírom. Ez micsoda nemes. Hogy a fenébe van ennyi pont? Nemes tevékenységet. Nem, megdönti. Tehát mindig azt látja, hogy ugye ő volt, délután még ő volt az első, reggel bemegy, és azt mondja, hogy mi, vírus. Vírus néven valaki.
vírus? Ki az a vírus? Mi régebben nyers téli szalámit főztünk éjszakai műszakban Nagy Üstben, Szegeden, a híres szalámi gyárnál. Hihetetlen finom volt, István küldte nekünk. Barátom szállodában dolgozik, mint szobaasszony, délután soha nem értem el, mert vagy alszik, vagy tévézik, vagy éppen masszíroztatja magát valamelyik részlegen sunyiban. Szerintem jól érzi magát a munkáján. De hogy a szobába? Te tudod, persze, hogy nem adják ki a 226-os, beülsz kicsit tévézni? Nem ész, 226-os vagyok rendetek. Majd lemész egy gyumei homasszázsra. Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy bank 024-es telefonos ügyfélszolgálatnál hétvégén hajat festettek a kolléganők, de az éjszakás kollégák 90%-a alszik, amikor nincs hívás. Ezen mennyit gondolkozom? Nekem is van ilyen banki diszpécser szolgálatom, utálni akarok, vagy valamit intézni, én betelefonálok. Nem, hogy ott mi zajlik hétvégén? Miért nem veszik fel? Ennyi hajat dolguk festek. És alszalak. Ugye nem ma volt, de a rendőrségen a kapitány garázsban éjszaka... Éjszaka a Dacia-m kuplungtárcsáját cseréltem, reggelre kész volt. Ez is titokban, ugye. Céges autóval hétvégén zenekaroknak szállítok backline, plusz hébe-hóba apámnak segítek ablakot, ajtót szállítani. Kollégámmal fedezzük egymást. Fusi melló. Nagy telephelyen régen a birkákkal nyírták a füvet. Az éjszakások gyakran elsettenkedtek a nyáj mellé, és elloptak egy-egy jószágot. Este munkahelyen a munka után birka pörkölt készült. Béla küldte nekünk. Jaj, de jó. Multinál meeting után a példás családanyát hárman csinálták, megírja valaki, meg akarjuk tudni a részleteket. A Veszprémi... Kicsit igen. A Veszprémi bakony művek forgácsoló üzem lapos tetős épület tetején paradicsomot és paprikát termeltek reggelre titokban. Mindig van friss zöldség. Menj már fel a tetőre, hozd már le a paprikát. Nézd rá, hogy érik a pari. Ja, Istenem, nagyon jó. Hát köszönjük az SMS-eket, jók jöttek. Hogy mi zajlik a magyar munkahelyeken titokban? Nem kell ez elmenni, ugye? Amerikába. Google-hoz. Ha Google-ról van szó, ugye nyilván mi sem tudhatjuk. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Itt vagy, Patrik? Itt vagyok, igen, sziasztok. Hello, na ti jöttök. Oké. Hello, Timi. Szia. A sötét szoba alapján kijelenthetem, ugye, hogy nincs olyan fogadalmat, hogy első rambi nincs szex. Igen. Okay. Figyelek, milyen játékkal készültél? Én egy nagyon egyszerű játékkal készültem neked, mivel nagyon kevés időnk van, én azt találtam ki, hogy egy gyors kérdés felelek, aminek az a lényeg, hogy én egy szóval kérdezek, te pedig egy szóval válaszolsz, ami hirtelen eszedbe jut, vagy ami a legjobban jellemző rád, csak a spontanitás a lényeg. Ez a gyorsaság. Benne vagy? Benne, persze. Akkor kezdem, jó? Jó. Étel? Pacal. Bocsánat, Jézus Mária. Oké. Sercni. Igen, oké. Kikapcsolódás? Lovaglás. Egy éjszakás kaland? Benne vagyok. Bakancsista? Himalája. Zene? Guns N' Roses. Jövő? Család. Engem visszahív vizze? Tessék? Engem visszahívj vissza! Ezt még nem tudom megmondani, pénteken fogok választani. Nagyon jó, nekem ez tetszik, ez jó! Ez így kell, hát több mindent megtudtunk Patrikról itt egy perc alatt. Tibi, jól nyomod? Én nagyon szeretek játszani, én azért jelentkeztem, mert nagyon szeretem a játékot. Azt gondolom, hogy ez mindig izgalmas és érdekes, és felkelti az ember irántiságát. Szerettem a pacalt is, és a Himaláját is. Igen. Ennyi. A család a teszádból, Patriknek különösképpen jól hangzott. Jövő család. Olyan szép, olyan, hogy én ott majdnem sírtam. Én ott majdnem bebögtem, Patrik, pont így ismertelek meg az elmúlt három napban. De ez jó kis játék volt. Igen. Tabu, bondage. Tabu, mature és granny. Oké, Patrik, akarsz-e Timitől kérdezni valamit, hogy mivel készül a hétvégére? Miben alszik, van-e kedvenc dolga? Bármi olyan, ami nyilván nem egyértelműen magáról a kalandról szól, de szeretné Timiről megtudni. Kis kifli, nagy kifli, hasonló, amit a csajoktól kérdeztél. Van-e ilyen? Van, igen. Van olyasmi, amit inkább szívesebben csinálnál egyedül a hétvégén? Hát, egyedül? Uh-huh. Azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy kis egyedül, de ez nem fog zavarni, hogyha mondjuk fél órára, órára azt mondod, hogy te szeretnél mondjuk lemenni a bárba inni egy italt, és én addig szemladok a szedába, nem fog rosszul esni, de igazából ez egy olyan hétvége, hogy kettesbe terveztem, úgyhogy terveztük. Így nem gondolom, hogy sokáig leszek egyedül. Okay. Nem kizárok. 183 vagy, bevallom, én alacsonyan vagyok nálad. Zavar ez a dolog, vagy zavarna?
Egészen őszinte leszek, igen. Igen, viszont a hétvégét ez nem bárja ki nálam. Patrik, van egy jó magas sarkom, én néha belebújok, szépen. Tartok neked majd egy tréninget, Patrik, mielőtt indultok, jó? Pénteken ugorj be ide a rádióba, elmondom, hogy lehet ezt. Jani elmondja, hogy kell Lábújhegyen járni. Egy ilyen túra bakancsot fogok venni szerintem, aminek legalább van 3 centi sarka. De te is elég magas vagy, Patrik, én 180-at mondtál, nem? 170. Igen. Tehát az nem, a palik között az már nem alacsony. Majd kicsit feltúrod a hajad. Ezt akarom mondani. Egy kis zselével hajlamra megoldjuk. Oké, na, még valami az első estéről, a vacsiról, kis kifli, nagy kifli, bármi, akartok még tudni a másikról, vagy mindenki úgy? Briós, pozsonyi, pacsni. Teszi le a telefont, hogy elégedett azzal, amit hallott. Timi, Patrik, bárki, bárkitől, bármit? Igazából nekem is több kérdés, mert nagyon szívesen benne vagyok a hétvégében, nyitott vagyok bármire, aztán meglátjuk, hogyha a Patrik engem választ, annak nagyon örülök, de hogyha nem, akkor sem fogok kardomba dőlni, úgyhogy meglátjuk. Nekem lenne egy kérdésem, jó? No. Igen? Tini, miben vagy a legjobb szerinted? Saját véleményed szerint? Hát nekem mindig azt mondják a barátaim, hogy a személyes kisugárzásom sokkal ütősebb, mint az, hogy 2 millió emberre próbálok érvelni, hogy engem vigyél el. Tényleg a kisugárzásom az, ami a legerősebb. Igen, ezekre nehéz kérdezni, de, vagy nehéz válaszolni, az ember egy kicsit konkrétabban kérdez, ez egyszerűbb. Jó, de értem, hogy mire gondoltál, Patrik. Jól van, oké, Timi, elköszönünk akkor tőled, engem nagyon szórakoztattál ez a beszélgetés. Nagyon szerettem. Figyelj, rámenős, nagyszájú, vagány csajszi, itt írják, hogy Patrik, ha őt válaszol, nagyon. még a fúgát is kikapja a csempéből. Timi, köszi, beszélünk, jó? Puszi, okay, hallgassál minket, és így pénteken. Patrik, meneküljön, Csi. Patrik, itt fel kell kötni. Fel kell kötni, de ti hogy gondolod? Csak néhány gondolsz? Pici apró csontot fognak találni a helyszín előtt, majd megkajálnak. De az is leszapogatva. Patrik, mit mondasz? Hát nem tudom. Ezek után azt gondolom, hogy egy levélviagrát kéne magammal minden. Na most egyébként nem mindig. Egyébként kamagrát használ. Figyelj ide, megijedtél kicsit, Timi? Timi túl rámenős, nagy szájú, túl sok? Nem, nagyon szimpatikus. Kifejezetten. Őszintesége. Az biztos, hogy nem unatkoznánk. Picit megijedtél, azt hallom a hangodon, mint egy picit megrémültél volna, hogy túl rámenős, sötét szoba, nagy szájú, tehát hogy azt érzed talán, hogy nem te dominálnál, vagy irányítanál, hanem vinne egy csaj, és ő lenne inkább a dominás, ezt gondolod? Azt gondolom, hogy hosszú távon ez semmiképp nem működhet. Tehát ez csak egy hétvége lenne, amit együtt töltünk, és kiindulva abból, hogy Tini azt mondta, hogy őt kifejezetten zavarná, hogyha valaki alacsonyabb, mint ő. Kíváncsi lennék, hogy mit hozna a hétvége zárása. Ott fut a gyáva. Majd amikor a hétfőn megtalálnak a radiátorhoz, kivincsen. Én is azt gondolom, hogy te egy olyan pali vagy, aki azért talán lehet egy olyan csajt keresel, akit te jobban tudsz irányítani, de itt téged a szerelők szednének rá a radiátorhoz. Hozzátok a flexet! Hozzátok a idegvágót, rózsaszín plüss bilincsbe, ott lennél mesztelenül, fél szoknival a fejedön. Visszafelé az ajándék autónak a visszapillantóján fogsz majd imbolyogni. Egy kis kulcstart. Kifiléznek, Patrik, kifiléznek. Jó, oké, ez a te döntésed. Nyilván minden lány után az ember érez valamit, de neked kell dönteni. Oké, hívunk csütörtökön, holnap 9 után, és hozzuk neked Miss Csütörtököt. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao, holnap beszélünk. Köszi. Hello, ciao. Timiben volt lendület. Én bírtam, Timiben volt lendület. És tök őszinte volt, mikor ez, hogy a zavarja, hogy alacsonyabb, mondta, hogy igen. Igen. Ez tök jó. Én nem mernék lemenni a bárba inni valamit, az biztos nem mernék. Érted? Így oldalazik így az ajtó fel, és így igen, hova vész? Előtem a fogyasztanának. Egy kis brusztat. Előtelennél, tesó, előtelennél, te ott Timinél azt. Mindenkit elkajálja. Én bírom az ilyen temperamentumos csajokat. Jól van. Oké, na holnap folytatjuk akkor, hívjuk csütörtökön, ugye mit csütörtököt. Aztán meglátjuk, hogy Patrik hogy dönt. Mi van? Amit amikor az embernek a kabátujját bekapja az ágnarálót. Itt egy választásod van, csak azt nem mondhatom adásban. Vagy megteszed, vagy véget van, ugye? Oké, na jó van. Holnap akkor folytatjuk, jó?
még mindig lehet jelentkezni. Egyébként most már csak a csajoknak, ha akartok, lányok. Valentin Kukasz, klasszfm.hu. Csütörtök, péntek még kiadó. Még kiadó, igen. Hát ez egy romantikus hétvégének indult a beszélgetés után, más irányt vett ez a játék, de hát miért lennék álszentek, miért hazudnánk, hogy ebben ez nincs benne. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. De nem érzitek, hogy néha olyan jó lenne egy kicsit megőrülni, egy kicsit tombolni, egy kicsit úgy valahogy valami történjen? Nem érzitek, hogy úgy minden nap csak úgy bejövünk, és úgy az igazából az ember életében nem történik semmi. Csak úgy vár valamire, vár, élsz, és aztán nem történik semmi. Tehát, hogy legyen valami kiszámíthatatlan, amire senki sem számít. Hogy valami tudom, kicsit... Lambadázni Dévényi Tibor. Igen, valami kicsit más, ami kicsit szokatlan, ami kicsit úgy indítja el a reggedet, hogy más, mint ahogy, amit eddig megszoktál. Beállsz, eljössz, közlekedés, csinálod a témát, de hogy egyszer történjen valami, ami úgy, nem tudom, valami. Most úgy megörültem ennek a meteornak, de nem csapódik be. Ja, fedelje meg. Tök izgi lett volna, ha azt mondják, hogy baj van, nem 17 000 kilométerre megy el mellettünk, hanem sanszos, hogy valahol becsapódik. Azonnal lett volna egy kicsit valami. Azonnal. Valami, amiből érzed, hogy úgy megfagy a vér az erédvény, és kicsit úgy élsz, tudod? Én például akkor megtérnék, hogyha mondjuk becsapodna a meteorit, és mondjuk elintézni egy életre az iszlám államot. Nem? Hogy megoldaná a migráns válságot, hogy megoldaná. Jönne a meteorit, és becsapodna. És egy darab nem maradna belőlük. És így én azt fölnéznék az égre, és azt mondanám, hogy oké, jó. Akkor meg vagyunk. Akkor megtértem, a hétvégén ott vagyok. Igen, csak nem vagyunk olyan szerencsések, hogy pont oda csapodjon. De most hát tényleg baromi közel lesz. És ugye elgondolkoztam, hogy úgy, mennyire izgi de lenne. De az neked jó lenne, hogy jön a meteor, nem tűz, hova csapod. Nyilván nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy csapodjon, mert Párizs vagy Budapest, nem csak, hogy úgy tudod, az embereket valami kicsit fölrázná. Mm-hmm. Tehát én nem arról beszélek most, hogy jó lenne, ha 100 000 ember meghalna, Feri. Hanem arról beszélek, legyen eszed, mert reggelen, kedves Ferenc. Ne tedd ezt velem, mert remek reggelen. Hanem, hogy úgy egyszer csak azt mondanák, hogy oké, jön ez a meteor, elvileg... Mi az Isten, Mani? Az a baj. Emereggel remek. Az a baj, szervezetemnek ez kell, emereggelem. Mert ez remek. Ma mindenkit kiborítok. Nem. És felmerülne a lehetősége, hogy meghalhatsz. Értitek a megvilágosodás lényegét? Értem, csak te azt hiszed, hogy minden... úgy kezeled ezt az egészet, mint valamilyen, mint egy mozizást. Hogy beülsz, végignézed, aztán hazamész, és minden olyan, mint régen. Most nézzük már meg. Emereggelen nem ez. Nem ez. Már ezt a szituációt, hogy kint áll Balázs a kertben. Igen. Az egyik oldalon ott van Noel, a másik oldalon Bered. És nézik a meteoritot, hogy rohadt közel, aztán pedig azt mondja, hogy hú, ez aztán közel volt. Nem. Beri, na menjünk be a házba. Érzed a szelét. Nem így megy, basszus. Testemnek, lelkemnek nem. 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 Elmondom, hogy én mind gondolkoztam. Próbálok titeket megértetni valamilyen gondolatmenettel. A gondolatmenet a következő. Azt mondják, hogy jön ez a meteor, ami ugye most álltok baromi közel lesz, és ugye 17 000 kilométer, ha jól számoltak, az rettenetesen közel van. Tehát itt millió kilométerekről beszélünk. 17 000 kilométer? 17 000 kilométer, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon magas. Tehát a repülő megy 10 kilométeren, ez 17 000 kilométeren lesz, szabad szemeljük, hogy nem láthatok. Nem ez a lényeg, amit mondani akarok, mert remek reggelen. Hanem. Felmerülne az elvi lehetőség. Nem az a hanem, csak... Aha, jó. Felmerülne az elvi lehetőség, hogy vége van. Igen? Nem. Tessék, nem. Akkor de nem tudod, hogy hol csapódik be, csak azt mondanák, hogy mondjuk meghal 500 000 ember. És mindent átgondolnál, hogy mi a valójában fontos az életben, hogy mi az, amire nem szántál elég időt, hogy mi az, amire nem fordítottál elég időt, mert lehet, hogy két nap múlva ez ideér, és véged van. Tudod, mint gondolkodnál, hogy hova költözzél el, ha te azon gondolkodnál. Hova mész? Ja? Na, tessék. Nem értitek, Jani kiment. Maradj itt velem. Ha gondolod, te is menj ki. Jó. Szevasztok! Zsül, te maradtál itt nekem. Elmondom neked. Mert reggelen ezt az elméletet. Zsül is letette a fülest, és a Zsül is kiment. Ezt akartam elérni, hogy végre egyszer egyedül legyek a stúdióban. Mi ez a sok fura gombit előttem? Mi lesz, ha ezt megnyomom?
egyedül maradtam. Drága hallgatók, figyeljetek rám, mert egyedül maradtam, és szeretném nektek ezt, rámoltották a lámpát is. Érdekes. Sötétben vagyok. De furcsa. Amit el akartam nektek mondani, hogy mennyi gombban itt sötétben. Hogyha egyszer csak becsapódik a meteor, akkor átgondolhatnánk egy csomó mindent, ami addig nem volt fontos nekünk. Hogy beszélgetünk eleget a gyerekünkkel. Hogy megöleljük elégszer a feleségünket. Hogy kimondjuk-e azokat a dolgokat, hogy fontos vagy. Hogy szeretlek. Hogy töltünk elég időt azzal, hogy este elaltassuk a gyermekünket. Mert lehet, hogy holnap becsapódik a meteor. Zsúl visszajött. De szerintem csak itt hagyott valamit. Értitek ennek a lényegét? Persze ez a meteor nem csapódik be, érted, Zsül? Érted? Igen. Azt mondja, Zsül érti. Nem csapódik be. De felhívná az emberek figyelmét arra, hogy mi az, ami igazán fontos. Kapnánk egy lehetőséget, hogy meghalunk. Eljutna a tudatunkig, hogy lehet, hogy holnap vége, de aztán egy nem történne meg. Viszont egy csomó minden a helyére kerülne. És amit eddig hajtasz, és csinálsz, és dolgozol, és a pénz, a karrier, meg mit tudom én, az egyszer csak nem lenne fontos, mert tudod, hogy még 2 napod van. És magadhoz ölelnéd a családodat, amit nem tettél meg hosszú ideje. Mit szólsz, Erzsű? Zenéljünk. Zenéljünk, azt mondja. Értitek, drága hallgatók? Ti, akik itt maradtatok nekem. Hogy ez milyen nagy lehetőség lenne ez nekünk. Valójában, mert mit csinál az ember? Dolgozik, hajtja a pénzt, megy, egzisztencia, fenntartja a családot, persze, de közben elfeledkezünk arról, ami valójában fontos. Miről? A szeretetről. Visszajöttél? Érted? Gyere vissza, foglalj helyet, drága testvérem. Ülj ide mellém, és elmélkedj velem. Mert remek reggelem. Szavazzatok a molyhos tölgyre. Szóval a lényeg ebben ez, hogy nem halunk meg, csak ott lenne a lehetőség. Megijednénk és átértékelnénk az életünket. Én ezen gondolkoztam. Na, ha most látnák a kedves hallgatóink a stúdiót, akkor azt látnák, hogy éppen nekifutunk egy nagyon jó kis szeásznak. Olyan az egész, mint valami asztaltáncoltatásra készülnénk. Az arcainkat megvilágítják a monitorok, a keverőpultból kiáramló fények, és egyébként rohadt sötét van a stúdióban. Feri most jön vissza. Én nem megyek vissza ehhez. Hát ez senki nem, de ez nincs már. Jó, most bajtam. Mert nem, vége volt. Semmi gond ez nincs. Ez csak egy kis eszmefuttatás volt. De elkerül bennünket. Azt valami ott olvastam, hogy ha becsapódna, akkor a második világháborúban adta az összes atombombának a nem tudom hányszorosa lenne maga a becsapódás. Meg amit eddig robbantottak. Tehát, hogy ugye kettő volt Hiroshima Nagasaki, de hogy azon túl még. Az igen. Nem jöttetek ebben velem, nem értitek ennek az üzenetét. Hogy meghalunk mind, vagy hogy mások halnak meg, és te ott állsz. Nem, hanem, hogy nem lesz több kóbász, érted? De lesz. Azoknak, próbálom lefordítani a nyelvedre. Annak lesz kóbász. Ha 500 ezer ember hal meg, mert ezt még hallottam. De nem tudod, hogy hol. Na, hát de a többiek, az a 7 milliárd, aki még marad. Szerintem az a szomorú, vagy az lenne a szomorú, hogyha egy ilyen esemény, ilyen katasztrófa, egy ilyen elkerületetlen kataklizma. Hoppácska, mi? Hogy megvillantam. Ez lenne az, ami rádöbbenti az embereket arra, hogy nem ölelik meg elégszer a feleségüket. Vagy más feleség. Tehát oda kell, most menjen mindenki oda valaki feleségéhez, és ölelje meg. Így van. Így van. Aha. És ne feledkezzük meg a lengyel kapusról, a Guricskiról sem. Így van. Guricski. Így van. Hogy vajon Guricski, a lengyel kapus. Most mindenki. Megöleli elégszer a feleségét, érted? Nézzen, minden ez férfi nézzen körbe. Mindjárt jön Valentina. Nézzen körbe, és ha lát maga körül egy hölgyet, menjen oda, és mondja azt neki, hogy melled nyelvemnek kellemes eled ellen. És írja meg a következmények. Így van, és ne feledkezzünk meg a japán apácákról sem. Nem, ahhoz még korán. Kuki neki niku. Kuki neki nuku. Kuki neki nuku. Kuki neki nuku. Niku. Kuki neki nuku. Na jó, 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 mindegy, nem abba hagyom, értem én, mit szeretnétek mondani. Azt mondja, hogy
Meteor vagy? Nem, még a közeledik is. Közeledik, és azért bent szakadt a szó, lehelet, megszegik. Fostos lenne a gatyó, fostos lenne a gatyó. A fostos a bugybóka, te! Fostos bugybóka, nem lehet több kolbász, nem tudná több malacot levágni. Istenem, de szép hétvége lesz ez a Valentin. Hullanak az állatok megint, sírnak, a kis kerekorúak most fölsikoltottak, hogy megint hallják ezt a megszólalási... Nem, megdicsőülnek. Tényleg mi lenne, Feri, hogyha tényleg bejön ez a meteorit sztori? Rohannál az olba rögtön? Persze. Ez biztos. Elbúcsúzni. A urkát már egy jó utolsó. Hát persze, egy jó utolsó nagy vacsorát tartanánk. És akkor utána puff meteor. Mégiscsak könnyebb úgy átmenni a másik oldalra. Gyorsan egy jó hagymás vér. Egy gyors hagymás vér még talán beleférne, nem? A disznó hurka kolbász univerzumodból egy kicsit valami kimozgatnám. Igen, de legalább úgy mennénk át a másik oldalra a sötétbe, hogy tele van a hasunk, érted? Tényleg ott térne, pedig jaj, meghalunk, mindazt még éhesek, és mi ülnénk a srácokkal, egy utolsó fröccset le, nézd meg, milyen szép közelről néznénk így a meteorra. Oda néz, hogy csillálni, hol hogy fényli. Hú, de villog, nincs ez közel, bum, tudod, az utolsó mondat. Érted? Elmegy ez bele, elmegy ez. Elmegy. Igen, de neked sem menne el. Kértek még abból a fárikában, ú, az Isten, ide közel van, nézd már. Akkor ígyjuk, gyorsan, gyorsan. Sima, ugye ide ér. Na, te meg ott állnál, az neked is annyi lenne, csak éhesen állnálod. Hát akkor meg nem minden. Nem lennék ott. Ja, te nem lennél. De hol lennél, valami leértékelésen meg a tecsóba, vagy mit csinálnál? Az emlőfejű állomáson lenne. Gyorsan kiszaladnál Lőrincen a Zalkatér, hogy nem tudom, és még megfognál két csöcsöt. Hölgyem, ez az utolsó alkalom. Engedje meg, vigyázok magára. Csöcsök. Istenem. Mindenki valószínű az ösztönlény szintjére hullana vissza. Ha nem ennek a listán beletek, köszönök mindent. Irány a Zalka. Eddig velem, tudod. Irány a 10. kerületben a Zalka. De hogy ezt nem tudom, minek mennék át Kőbányára. Hát, mert nem tudtam Lőrinci teret mondani. Nem tudom. Mi van nálatok ott Lőrincen? Vannak tereitek, vagy mi van arra felé? Nekünk gyönyörű tereink van. Van ott valami, amit érdemes megnézni? Ez egy csodálatos hely. Csodálatos hely? Csodálatos hely. Szóval... Igen, nem akarok visszatérni a reggeli fejtegetéshez, de érdekes tanulmány lenne. Gondold el azt a pillanatot. Azt mondtam, igen, nem akarsz rá visszatérni. Csak egy mondat. Igen, de lehet, hogy mást akar mondani. Nem. Adjunk neki még egy esélyt, Feri. Na. Tehát nincs kontroll, nincs büntetés, nincs következmény, nincs semmi. Ja, elszabadulom. Légy színe, hogy mondja, hogy nincs semmi, mert tényleg kimegyek. Mondom, tehát megérkezik ez a meteor, ami most nagyon közel, 17.000 kilométer, vagy akár 4 millió, még nem tudják, de nincs semmi. Két nap múlva vége van. Gondold el azt a pillanatot. Szerintem anarchia. Az biztos, betörések. Betörés, erőszak, gyújtogatás. Hogy soha nem tudod nézni. Vinnék a tévét, de hova? Hiszen meghalsz. Lövöldözés, abban a pillanatban vége. Tehát nincs olyan fegyverarzenál, katonaság, államország, aki abban a pillanatban meg tudná állítani. De civilizált országokban, akár szerintem Európában, Amerikában használják, hogy két nap múlva vége a világnak. Nem? Ja. Káosz, anarchia, vége van. Az első között lennék, hogy ezért nem is mondanák meg. Kerületi rendőrkapitányságon leverni a fegyverszekrénynek az ajtajáról a tutólakatot. Ott lennél? Mint a rögtön. De minek fegyverkezel két napra? Tehát két nap múlva eleve kérdés, hogy megmondanák-e? Hát, hogy mindenkinek megfoghassa a mellét. Ez kell pisztoly. Mostanáz az, hogy gyerekek, van egy kis baki, elnéztük, becsapódik. Én nem is vagyok benne biztos, hogy megmondanák. Szerintem nem. Mert annyira kezelhetetlen lenne a helyzet. Annak idején Csernobilt is megfelejtették megmondani nekünk. Mert ugye az emberben ott van, hogy mi van, ha nem, hát ne csináljunk káoszt, ne teremtsünk anarchiát, mi van, ha van egy 1%-nyi esély matematikailag arra, hogy mégsem. Vagy a légkörben megsemmisül. Tehát valószínűleg nem tudnánk. De ha tudnánk, az a teljes hát káosz, és a teljes anarchia. Hát én inkább a 99-nek hinnék, mint az 1%-nak. És gondolom, még de van 1% esély, bízunk benne. És gondolom, még ott vannak a vezető politikusok. Készakkor a Putyin ülnek így a piros gomb fölött. Na végre. Hát ezek, akkor már úgyis minden is elkezdenek nyomkodni a bombokat. Ezek frusztrált férfiak, ugye, akik ebben élik ki a férfiasságukat, hát végre megnyomhatnák azt a bizonyos gombot, amire egyébként egész életükben készültek, nem? Még elindítom, hozzátok a kulcsokat, elfordítok mindent, és mindent kilövök. Igen. Teljes anarchia lenne. Érdekes. De vajon akkor megváltoznának az emberek? Tehát, hogy akkor nem vállalnak jobbá, tehát nem mondaná azt, hogy itt a... Akkor mégis bérom azt az 50 milliót az adóbevallásról. Most már úgyis mindegy. Igen, és a végén hirtelen tudod, a bolygó mégis elkerülne minket. És igen. Ott maradnánk egy ilyen totálisan magunk után felégetett apokalipszisszerű ilyen végítéletben. Hát, ott azt meg már nem fékezed meg. Nem. Mi lenne?
Mit csinálni? Nekem nem kell. Hogyha túl, érted, mégis túlélnék a dolgot, nekem majd volt az alka. Érted? Mindenki ott keserget, zokogott, meg ilyesmélye. Nekem, én meg hogy hívják oda? Preparáltatnám a jobb kezem. Sok jó helyen jártál az elmúlt egy napban. A kérdés az, hogy az emberi tudatállapot merre billenne? Lenne egy heted, megváltoznál és bepótolnád, amit eddig nem tettél, vagy megőrülnél, és az állatias ösztönök törnének elő belőled. De valószínű, inkább szerintem az elnyomott, magadba elfojtott ösztönök jönnének elő, és törnének elő belőle. Tehát nem azt mondanád, hogy még jobb leszek, és magam körül ültetem a családomat. Elkezdeni a feri kétpofára a zsenge vajbabot. Biztos, hogy nem. És hagynál a vaj. Mert lehet, hogy előtörne belőle az igazi vegetáriánus én. Nem, biztos, hogy nem. Hiszem, nincs igazi vegetáriánus én. Hát az nincs. Olyan nem létezik bennem. Egyébként felfoghatatlan. Egy hét és vége. Viszont egy hét alatt mindent szabad. Mit csinálsz? Minden, szerintem nincs semminek következménye, nincs törvény, nincs börtön, nincs hatalom, nincs semmi. Feri, csak akkor is lefutná azt a rohadt félmaraton. Hát, akkor is lefutom. Már megcsinálom. Döljetek, is látnak, hogy a Feri. Csak biztos, hogy véget el. Egyet tudsz. Vége, hülye vagy egy hét. Félmaraton. Akkor is lefutom. Nem hallhatok úgy meg, de igen. Tehát semmi más nincs, csak az, hogy vége. Eleve feltételezzük, hogy közölnék velünk. Hát mit tudunk mi arról? Erről a meteorról se kellene tudnunk, ha NASA mondjuk nem közli, hogy ez ilyen közel jön, erre ők is felszisztentek, hogy ho-ho, ez azért lehet akár nagyon közel is, tehát 17 000 kilométer tényleg nagyon közel van. De gondolj bele abba a tudatállapotba, hogy tényleg vége. Hát, de mit érdemes-e csinál? Valamiért törekedni még, hogy legyen valamid? Nem. Nem. Csak az élvezetek. Csak az élvezetek? Csak az élvezetek. Hát de még egy sorozat, Walking Dead, még egy nagy szex, meg, tehát mi az élvezet? Hatalmas kajálások, érted? Minden, amit még lehet. Én valószínűleg nem ezt csinálnám. De tényleg most végignézni még egy sorozatot, hogy mi a Walking Dead vége? Nem, ezt mondja, hogy az élvezetek. Erre ezt kérdezem, hogy még egy sorozat, hogy mit csinálnám. Dehogy is. Megnézném, hogy Chess neki vár romjait. Még egy muffin. Képvilág vége elő. Még egy képvilág vége elő. Nagyon-nagyon érdekes szerintem. Nagyon ülnél érdekes otthon a családodban. Hogy tulajdonképpen azért az élvezetek együtt is lehet művelni. És ugye a másik érdekes kérdés, hogy azért viselkedem úgy, mert félek a következménytől, vagy mert előírják, vagy mert nem merem megtenni, de abban a pillanatban, ha a végrehajtó hatalom és az, aki téged szankcionál, az eltűnik, akkor onnantól kezdve utat engedhetsz a saját ösztöneidnek, érted? Tehát egy csomóan szerintem nem azért nem gyilkolnak, mert nem mernek, vagy nem akarnak, hanem mert mondjuk tudják, hogy mi a következmény, és nem akarnak börtönbe menni, de valószínűleg meg tudnák tenni. Nem? És akkor most nincs következmény, akkor semmiféle következmény, nincs kipróbálni, igen. És oda mész Zsülhöz, és ledobod a, nem tudom, Margit hídról, és kipróbáltad, hogy milyen megölni egy ember, és mondod a Zsülnek közben, hogy Zsül, bocs, de úgyis meghalsz holnap, tehát hogy vége a világnak. Szerintem nagyon sok ember gondolkozott már az, hogy milyen lenne valakit az megölni, igaz, de nem teszi meg, mert fél a következményektől. Hát igen, de ezek, tudod, így Istent akarnak játszani. Tehát, hogy ez egész szerintem annyira alantas, annyira nyomorult, ha valakinek ez az utolsó gondolat, hogy egy héten belül, akkor majd Istent játszatok, és akkor majd uralkodtatok másfajt, legalább ilyen formán. Szánalmas. Nem feltétlen ezért, csak egyszer nincs következmény. Na mindegy, nem lesz ilyen. Valaki azt érdezi, nagyon tetszik, hogy Jani trüffeles szájjal csöcsörészni az egrivár pénztárosát falmászó felszerelés. És egyébként tulajdonképpen igen. Tehát az egyik kezedben egy lúdláb, a másik kezedben egy női mell, falmászó szed. Megeszebben fogom, felmászok, megnézem. A Feri valahol valószínű, még tekerni a pörzsölőt, ugye, még fújna a disznót, még csinálna a hagymásfért, enne, inna. Mindenki sajátja. Igen. Vagy rágyújtaná csak egyszerűen simán, nem? Az is lehet. Még egy utolsót. Még egy utolsót. Balázs meg utoljára kiosztani az MTV-át. Akkor már nem mindegy, gyerekek, mindent lehet. Akkor már mindent lehet. Fene se tudja, nem tudom, mit csinálnék egyébként. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na oké, figyelj, Anett, akkor összekötünk Patrikkal, jó? Jó. Felkészültél? Várom. Na figyelj, itt van Patrik. Hello, Patrik, újra. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na. Jó reggelt, Patrik! Szia! Szia! Igen? Én kezdjem már mindjárt az ismerkedéssel a kérdéseket. Én azt vártam, hogy esetleg te vagy, aki megszólítana engem. Most egy olyan különleges helyzetben vagyok, hogy nekem kell választani az öt lányból, úgyhogy inkább átadom a szót neked, és figyelj. Jó,
mert én azért kíváncsi lennék, hogy első kérdésképpen, hogyha mégis te tartod a gyeplőt, és te szeretnél meghódítani, ábrázolni egy hölgyet, akkor mit teszel ennek érdekében? Hát köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy nincs egy bevált séma, hanem igyekszem önmagamat adni, és aztán a lányok pedig eldöntik, hogy erre szükségük van, vagy nincsen. Nagyon-nagyon régen voltam egy ilyen klasszikus randin, amikor mondjuk egy elegáns étterembe beülünk egy csokor virággal. Én inkább az a durbelebum típus vagyok, aki elindul, és majd meglátjuk, mi lesz. Tehát nem szoktam előre megtervezni egy randit, hanem az adott szituációtól, illetve nyilván a hölgytől függ, hogy aztán abból a végeredmény mi. De azért egy helyszínt gondolom le kell fixelni, tehát azért azt te szoktad javasolni. Abszolút, abszolút, igen. Tehát pontosan azért, mert vidéken dolgozom, azért elég behatárolt az az idősáv, amikor találkozni tudok, úgyhogy igen, ilyen szempontból abszolút kezdeményező vagyok. Következő kérdésem, hogy mi volt a legextrémebb helyszín, ahol szexuális légyótra került? Megérkeztünk a beszélgetésben. Szennyvíz deri tőlek a partján. Akár. Igen. Azt hiszem, hogy az irodám asztala. Tetszik. Fekszik? Ja, tetszik. Tetszik. Ez nyilván azért izgalmas, mert egy bankban ilyen amerikai stílusú open office van, tehát nem különálló helységek vannak, hanem inkább egy ilyen nagyobb. Ismerem. Úgyhogy nyilván benne volt az izgalomban, hogy esetleg bejön valaki és lebukunk. Igen, csábító helyszín. Mit választanál? Melyik a kedvenc színed? Angyali fehér, ördögi fekete, vagy inkább a démoni vörös? De fontos. Hát, hogyha eljössz hétvégén velem, akkor azt hiszem, hogy mind a hármat magaddal kellene hozni, és már most meg kellene kérdezni a szállodát, hogy be tudnak-e a szobába rakni egy utat. Azt nem ígérem, hogy viszek magammal, de ha tudnak szerezni, bármi lehet. Jó van. Akkor kérdezek én is. Hogyan lehet összeegyeztetni a munkádat, a sportszenvedélyedet, a magánélettel? Mikor tudsz ráérni, mikor van időd, akkor valószínűleg tanítasz is. Tehát hogy úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon elfoglalt vagy. Elég elfoglalt vagyok, ez így igaz, de igyekszem úgy szervezni az életem, hogy azért szabad idővel is és egyéb programokkal teljen. Én szeretek szintén pörgős energia plusz pasikkal összejönni, akik így bírják a tempót, tehát aki nem otthon ül és nem fog 10 órakor már szundikálni, mert mondjuk én például előfordul, hogy heti 2-szer biztosan 10 órára érek haza, de ha nyitott egy további programra, én benne vagyok bármikor, illetve azért a hétvégén általában szabadok, hétközben inkább így a késő esti órák, amiket erre tudok fordítani. Hány óra körül felkeltek vele korábban aludni? Tudod, az én koromban a kapuzálási pániknál ez már nagyon fontos. Hát így éjfél egy óránál tovább, azért rákszerben nem vagyok sem. Jó van. Ennyi, meg tudtatok mindent egymásról? Nem, direkt nem szóltunk bele, hagytuk. Hát ezek a kezdeti pillanatok, ezek izgalmasak. Ki mit kérdez, ki mit mond, milyen a hangulat, van-e kémia, nincs kémia, hát azért ebből sok minden kiderül. Oké, egyetlen egy pajzánabb kérdés volt, senki nem akar semmit a hétvégével kapcsolatban, az estével semmi, mindent tudunk egymásról? Meg vagyunk, szóljatok! Hát ez majd szerintem itt spontán. Jó, oké, nem erőltetjük. Egy dolog azért érdekelne, igen? Hogy mi Patrik kedvenc testrésze. Magán? Vagy... Egy hölgyön. Ja, hölgyön, jó, nem mindegy, ugye. Imádom a szőrös köldöket. Imádom a hónaljamat. Hát én eldöntöm, hogy én mit szeretnék rajta. Oké, Patrik. Azt hiszem, hogy a legfontosabb a fenék. A fenék. Igen. Egy kerek pop csinál, azt hiszem, hogy nincs itt szebb a világon. Hallottad, hogy megremegett a hangja? Igen. Megremegett Patrik hangja. Azért a Sydney Opera ássa rossz.
De így az áhítatott, ahogy Patrik ezt kimondta. Neked, Anett, nem mondtad, hogy... Egyébként az enyém nem csak kerek, hanem kemény is. Bocs! Bocs, Patrik, jó? A betyárját neki. Na jól van. Oké, Anett, még valamit Patriktól? Nem, azt hiszem. Tudunk mindent. Jó, holnap akkor 9 után jön az eredményhez, és hallgass te is bennünket, jó? És legyél elérhető. Rendben, okay. Rendben. Puszi, Anett, köszönjük. Hello. Sziasztok. Ciao. Hello, hello. Nem csak kerek. Kremizizmos is. Ha elég fenekeled, akkor démoni vörös is lesz. Na, Patrik, mondd, amit gondolsz, nyugodtan. Nagyon szimpatikus. Igazság szerint az, hogy ennyire intenzíven sportol, ez nyilván feltételezi azt is, hogy elképesztően csinos és jó alakja van. Uh-huh. Mind a mellett pedig hát nyilván egy tapasztalt, egy hosszabb kapcsolatból jött, és nyilván korban is illik hozzám abszolút. Jó, titokzatos, hogy egyelőre nem. Nagyon visszafogottan nem mondasz semmit, ami konkrétan benne. Én egy ember tudok, akit nem fog választani a négyből. Én sok mindenkire gondolok, sok mindenkire nem gondolok. Nem mondd el, hogy ki nem, az. De nem is akarom egy elmondani. Egy valakit, nem, biztos, igen, hogy nem. Hogy mindig azt érzem, hogy nem tudom, hogy mit gondol. Aha. A lányokról. Meglátjuk holnap. Figyelj, Patrik, holnap 9 után még megmutatjuk neked, bemutatjuk Miss Pénteket. Jó? Jó, köszönöm szépen. És akkor utána már gondolkozza a neven is. Sőt, olyannyira, hogy onnantól kezdve felgyorsulnak az események, holnap nektek már találkoznotok kell, együtt felvenni aztán ugye az autót, amit adunk nektek, és kora délután indulhattok is. Jó, a szállodában várnak benneteket, tehát holnap már úgy intézt, hogy szabad legyél. Jó, én őszintén mondom nektek, hogy mindig azt csinálom, hogy párba állítom a lányokat, de mindig kiválasztottam az adott nap után, hogy mondjuk hétfő vagy kedd, és akkor jött a szerda, akkor szerdán már csak azzal az egy lányjal hasonlítottam össze, úgyhogy magamban azért nagyon-nagyon képben vagyok. Hogy az, hogy kettes volt a matekból, úgyhogy én nem tudom megmondani, nem most kik választanám. Patrik, ezt neked kell tudni. Adnak neked tanácsot, hogy ne válaszd, őt választ, főnyeremény, ha őt választod, már délbe itthon vagy, ha nem őt választod, akkor nincs is értelme a játéknak. Az a jó, hogy ezzel mindenki együtt él, mindenki választana, mindenki döntene, ha pasi lenne, abba gondol bele, hogy kit választanál, ha nő lenne, abba gondol bele, hogy te milyen vagy, és elmenne, nem menne, valaki közben erkölcsi fertőt emleget, imádom, hát ezért imádom ezt a részt. És ha akarod, most még nem késő, lehet Miss Pénteket, Mr. Péntek. Igen. És itt van a vonalban Béla. Szia Béla, mit tudunk ma, mert 120 centi vagyok. Nagyon. És azt kérdezem meg tőled, Béla, hogy zavar egy picit alacsonyan nálad a barátod? Igen, kedvencem a tűzér laspolya. Na jó. És a becsárkörte. Oké, Patrik, holnap hívunk 9 után, jó? Jó, köszönöm szépen, várom. Ciao, hello. Hello. Hello, hello, hello. Fú, te. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Képzeljétek el, hogy Pákó kihívott bennünket valamilyen challenge-re. Én nem tudom, ezt az egészet nem ismerem, de állítólag ő szeretne velünk beszélni, mert hogy van most egy új challenge, amit ő indított el. Ő ezt feltöltötte a Facebook oldalára, és ezzel először bennünket talált meg. Hogy, na, mondhatom, hogy hívjuk be, egyrészt régen beszéltünk vele, ő azért nagyon szórakozható, és nagyon kedveljük. Kérdezzük már meg, hogy mi ez, ki találta ki, és milyen challenge, amit ő általunk, vagy velünk együtt akar elindítani. És ő érti egyáltalán ezt az egész sztorit, amit ő talált. Ő volt a szellemi szülője ennek, és miről szól a challenge, mert hogy mi lettünk a kihívottak. Uh-huh. Na most ugye azért jó, mert ha nem csinálják meg, ez azonnal elakad, és vége az. Tehát ez egy gyökereiben, hogy tudjuk az egészet úgy elfolytani, hogy ebből semmi ne legyen, ha nem csináljuk meg. De most lehet, hogyha megszálljuk, megcsináljuk, akkor mi is kihívunk valakit. És akkor az van, hogy megnézted a kihívást, de nem érted, ugye? Ahogy ő elmondja, hogy mit kell nem csinálni. Nem mond túlságosan sok mindent egyébként. Igen, bemegy valamilyen hely, és akkor ott táncol. De csak lehalkítva néztem meg. Tehát az a lehet, hogy mindjárt elmondja, vagy az a jó, ha mindjárt elmondja ő. Nem? Hogy mire gondolt? Pontosan. Itt van Pákó. Pákó, jó reggelt! Hello! Pauli! Pauli Monisó! Ja, Pákó! Ezer, 100 éve nem beszéltünk. Abszolút, ez így van. Nagyon jó, nagyon.
Hiányzunk? Tényleg? Igen, abszolút, igen. Nekem mindig jobb kedvem lesz. Nekem mindig jobb kedvem lesz tőled. Mi újság, még ágyban, otthon, vagy merre vagy? Nem, éppen már nappaliban vagyok, már várom, hogy a hívjátok. Tehát nem otthon, hanem már a nappaliban. Értem. De már nem ágyban. Hánykor keltél ma reggel? Hát kérem szépen, hát ilyen fél nyolckor. Fél nyolckor? Miért kell ilyen korán kellen? Általában iszottam a korán kelni. Hát van ilyen magyar mondás, aki korán kell, aranyat nyer. Majdnem. Jó, igen. Vagy hasonló. Igen. És mi a mai program? A mai program, kérem szépen, mert szeretném megírni titeket egy a liftben táncot. Átküldtem nektek egy videó rólam, ami azzal üzenem nektek, hogy szeretni Balázs Jani Feri egy a lift táncó. És aki nem táncol, az kocsog. Hát ez meghal. Mind meghal. Mind nem fogok halni. Én úgy akarok élni, ahogy te rálad, mindig jó kedv, vidámság, komolyan mondom, sose vagy rossz kedv, mindig vidám vagy. És most éppen liftbe táncol. Egy reggel fölébredtél, és azt mondod, hogy elindítok egy kihívást, ami a liftben táncolás, és kihívom olyan éjjékat, ez jutott eszedbe, majd bementél, és táncoltál egy rövidet egy liftben, és ezzel útjára indítottad a kihívást? Igen. Az meg ilyen még nem is nagyon volt. Kitaláltam, hogy bemegyek. Én általában én szoktam a liftben táncolni. Bemegyek egy bármilyen házba, vagy irodába, ahol lift vannak. És ilyenkor táncolok, rázom a fenekemet, rázom a seggem, csinálom ilyen kis ilyen breakdance, ilyeneket tudom csinálni. Ezzel kitaláltam, hogy mi lenne, hogy kihívom a Balázsékat, érted? Egy a táncra, érted, tudod? És akkor ti is elhívjátok valaki más, hogy ahogy táncok a liftbe. És akkor ez az jó ott lett. Fontos, hogy egyedül legyenek a liftbe, tömött lift legyen. Igen, legyetek a liftbe, és társadok a liftbe, bármilyen szám. Legyen Mája is, Mája. Ja, énekelni is kell? Énekelni? Aha, tényleg? Igen, Mája, legyen Mája is. Mája, igen. Tehát lehetőleg egy pákódal. Igen, abszolút, azt akarom mindenki táncol Magyarországon, olyan házba, ahol lift vannak. Hát igen, ahol nincs, ott egy pici nehezebb. Hát igen. Ja, akinek nincs liftje, de el se tudja érni, tehát vidéken, falun lakik, ő mivel tudja pótolni? Itt a vége, hát akkor keresen olyan helyen, vagy menjek olyan városba, ahol itt van. Igen, ahol itt van. Azt akkor mindenki táncoljon. Az nem jó, ha beállok a budiba? A budiba? Hát a budiba, ahol van lift, ott is táncolj. Kicsit ráálltál erre a lift kérdésre. Ez az ilyen divat. Ez a lift táncolj. De most tudod, hogy amit nem csináljuk meg, akkor ez a dolog el is hal? Tehát, hogy... Ne. Ha ti nem csináltok, akkor minden fotok halni. Ilyen, de jó, az a lemez mindig 2 éve, mióta nem beszéltünk, semmi nem változott. A kicsit a körítés változott, de hogy egyébként a lényeghoz. Na és mi a helyzet, megnősültél már? Nem nősültem meg. Volt egy nagyon helyes kis erdélyi asszonykád, vele mi lett? Igen, vele már nem vagyok már mi együtt. Nem? Már nem. Apuka közbeszólt, hogy mi történt? Igen, sajnálom, tessék. Hát azt tudod én kapkét, hogy a lángos szerelem mi a elhasszik a lángos. A lángos. Sok tejföl el fahagymával. Én inkább palacsinta vonalon kezdem.
Igen. Hát azt hittem, hogy a nagy szerelem, nagy izé lesz belőle aztán. Hát jó, hát most nem vagyok rosszban egyáltalán, de folytattuk ezt a baráti kapcsolatot. Tehát barátság lett a dologból. Igen. Akkor nem nősülsz. Nem nősülök. Tehát mivel telik egy napot, Pákó? Tehát amikor úgy fölkelsz, és mondjuk nem velünk beszélgetsz, mert mostanában ritkában beszélünk, mit csinálsz? Fölkelsz 8-kor? Igen, értem a kérdésedet, drága Baláskám. Kicsit megbetéltél, Igen, én a te univerzumodban akarok élni. Én ott akarok lenni a fejedben minden nap. Én veled cserélni akarok, a te életed a legjobb. Komolyan mondom. Nincs vidámabb ember nálad, tényleg. Szóval reggel fölkelsz, igen? Igen, fölkelek, ilyenkor szóltam azt, ez fölkelek, megiszom egy finom a látik. A cappuccinomat, aztán elindulok a városba, ahol szoktam csinálni mostanában, amiről nem nagyon beszéltem, nem tudtátok erről se, hogy a Pákó maraton, a fózóskész szoktam csinálni, étemekbe bemegyek, és elkészítettem a legfinomabb étel a vendégeknek. Erről tud az étterem tulajdonosa és a szakács, vagy te csak spontán kiválasztasz a körúton éttermeket, bemész fel, veszel egy csákot a fejedre, és elkezdesz főzni. Tehát erről tudnak, akik ott dolgoznak? Hogy bemész egy étterembe? Hát előre megvan. És ebédeket főzöl? Igen, főzök. Minden ételeket tudok készíteni. De miket főzöl? Egyet mondj már. Pákóféle lamonzsó. Fölkezd lamonzsót csinálni. Feriti, felveszitek az étlapot? A lamonzsó. Már rajta van. Ja, gyere, vagyok. Csinálsz egy lamonzsót, igen, és utána? Utána megcsinálom a parázs. Parázs, ez olyan, mint a stick meat. Érted? Van ilyen stick meat, olyan, mint a stick meat, angolul. Stick mix? Igen, a stick meat. Értjük, csoda. Hogy mi csoda? Igen, ez ilyen hús, a hús, ami rá kell tenni egy a lamonzsóra. Lamonzsóra. Tehát a stick meat-et rárakod a lamonzsóra. Stick mix. Már a vendégek érdekesen néz, furán néznek. Igen. Igen, rárakom a lamonzsóra, és be a sütőbe. Hát, ez nagyon finom hangzik. Pákó, komolyan mondom, megkívántam. Egy jó stick mikes, lamonzsó, hát komolyan a mondom. A legjobb. Nem is akarnék más tenni. Nem biztos, hogy jövődnék neki, hogyha... Ezt a fózmik nektek is. Egy stick mikes lamonzsót. Jó, az jó. A stick mikes, meg a lamonzsó. És mit csinálsz délután? A délután. Magyarázkodik a nébiknek, amikor megtalálják hátul a konyhába. Lamonzsó, stick mix, mi problém? Mivel telik a napod második fele? A második van ilyen, tudjátok, hogy én nagyon énekes vagyok. Igen? És most nagyon-nagyon járok az a stúdióba, szeretnék a kettel egy új dal, mindenféleképpen szeretnék egy jó nagy feldolgozása, annak a nézését még a járását. Jézus! Oh. Száz aranyét nem adnál. Száz. Nagyon jó. Ez a szeretnék egy feldolgozáson. Hát jobb később, mint soha. Igen, még később, mint soha. Ez kicsi másképpen, és ezen dolgozok. Tehát szorgosak a hétköznapok. Na, hát a fene vigyel. Igen, hát azért egy szorgos hétköznapok. Szerintem meg a csütörtöket majd máskor megbeszéljük. És tudjátok, mi sárfog? Inkább everybody dance now. Oh-ho. Everybody dance now. In the lift. Hoppá. In the lift.
In the lift. Nagyon jó. Van még everybody? Úgy. Hát everybody. Everybody dance. Igen. Now? Moska, moska, cica, kucsák, teknos, mindenki pákolat. Igen, rájöttem egyébként, hogy nem a pákonak kell megtanulni a magyarul, nekünk kell megtanulnunk pákolni. Ma is tanultunk három kifejezést, lemon joe, stick mix, és lift. Nekem folyik a nyálam. Én komolyan megkeresem ezt az éttermet. Stick mix és lemon joe-ra benevezek. Én jól átsütve kérem. Komolyan, én mindig mondom, Páko, hogy én picit úgy szeretnék élni, hogy te neked a legjobb. Mindannyiunk közül neked a legjobb. Komolyan. Hát ennyi vidámság, és semmi gondterheltség, depresszió, negatív gondolatok. Itt csak a vidámság van 0-24-ben, nem? Tényleg? Komolyan mondom. Így van, ezt köszönöm, drága Baláskám. Vigyázz magadra, Páko. Jó? Bauni! 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 Ja, Istenem! Everybody dance now, den. Come on, den. Itt vagytok még? Itt vagyunk, persze. Igen, Baláskám, itt vagy. Baláskám. Drága, édes Baláskám. Neked a legjobb. Szia, Páko, csáó. Sziasztok. Sziasztok, Bauni. Ja, Istenem, komolyan. Annyira dűl van. Azt együtt, akkor olyan jó srácok ezek, ahol mondom, esküszöm, Upside down. Yeah, what's up, man? Yeah. Upside down. Told még egyszer, ez nagyon jó volt. Mi volt ez az upside down? Mit toltál? Upside down. Szia, Páko. Ciao. Upside funky. Yeah. Come on. Everybody dance now. In the lift. Opa. Majd a liftet nézd meg angolul, mert az... Yeah. In the lift. Come on. Put your hands up and everybody dance now. This is Friday night. Nem, meg kell legjobb. Yeah, what's up, man? What's up, man? In the motherfucking house. Na jó. Igen. Na most kezdünk átbillenni. Everybody dance now. Szia, Páko. Ciao, Ted Lev. Bauni. Itt vagytok meg. Ted Lev, nyomd meg a gombot. Jó, drága Baláskám. Ez a piros gombot. Ja. Ahó. Neked a legjobb, Páko, tényleg komolyan mondom, neked a legjobb. Föl kell, hogy hívjunk, 3 hetente föl kell, hogy hívjunk, komolyan. Na vigyázz magadra, ciao. Hello. Ciao. Istenem. Ott egy kutya meg egy pali. Mit csinál? Most adta hangot a rádióra. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Eljött a döntés napja. A döntés napja, amikor ma este döntés. Igen, így is. Hát jó, igen, a döntést én úgy értettem, hogy eldönti Patrik, ugye, hogy hát milyen áthalású ez a szó. Igen, hogy eldönti Patrik, hogy melyik lányt viszi magával egy Valentin napi hétvégére, amihez ugye mindent mi adunk. A szállodát, az éjszakai Valentin napi páros fürdőzés gyertyafénnyel, a meghitt külön teremben megrendezett Valentin napi vacsorát, az autót, az ékszert, és tényleg 3 napot egy gyönyörű hévízi luxus szállodában, ahol minden arról szól, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, kényeztessék magukat, egymást, és a vakrandiból egy igazi húsvér randi legyen, de ehhez még Patriknak meg kell hallgatnia ugye Miss Pénteket, és aztán közölnie kell, hogy kit hívjunk föl. Ugye felhívjuk az illetőt, újra összekötjük őket, megbeszélik még a részleteket, ki mit hoz, ki mit tegyen be, hol találkoznak, mindezt, ami fülünk hallatára, majd elengedjük őket,
és neki indulnak a hévízi hétvégére. És nagyon várjuk a hétfői beszámolót, gyerekek. És várjuk a hétfői beszámolót, így van, én remélem, hogy nem járunk úgy, mint tavaly, hogy párjaink összebeszélnek, és akkor megbeszélik, hogy adjanak elő egy hivatalos magyarázatot, mert ugye tavaly azért eljutott hozzánk, hogy nem teljesen az volt, mint amit hallottunk. Úgyhogy reméljük, itt fontos az őszinteség, így van, hogy működött a dolog, nem működött, nagyon jó volt, lesz folytatás, nem lesz folytatás. Most nem csak nyilván arról szól ez a dolog, hogy volt szex, nem volt, hanem egyáltalán hogy indult, jó volt-e, azt kapták, amit vártak, úgy sikerült-e mindenki részéről a dolog, és lehet-e folytatás, vagy nem. Ugye hát ezek a legfontosabb kérdések. Na, de megnézzük előtte, hogy ki még Miss Péntek, mert hogy van még valaki, akivel nem beszéltünk. Nem beszéltünk, ugye, a Miss Péntekkel, hiszen őt még ma hívjuk, de hát előtte Patrikkal természetesen, ahogy szoktunk. Illetve amíg jön Patrik, gyorsan egy közlekedés, Vajda Péter utcában van egy trafi, ezt Melinda küldte, Révisz utca jól járható, ezt Albert küldte nekünk, és Bihar kereszes határában egy autó mély árokban az autó mentése nem kezdődött még meg, ezt a szerelő küldte nekünk. Köszönjük az infókat. Nagyon sokféle csajunk volt a héten. Nagyon-nagyon többféle. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy most a pénteki. Mi péntek milyen lesz? És nem lehet azt mondani, hogy lenne két egyforma. Tehát, hogy szerintem még nyomokban sem hasonlítanak egymásra. Úgyhogy fel van adva a lecke Patriknak. Bizonyám, kíváncsi vagyok, hogy kit válasz. Ugye mi leírtuk papírra, mindenkinek volt egy tipje, úgyhogy ezt majd behozzuk, aztán megnézzük, hogy kinek lett igaza. Na, itt van Patrik. Itt van Patrik. Hello Patrik, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! A megszokott férfi, amit már szinte várunk a csajoknak, már hiányzol, már írják, hogy jöjjön Patrik. Na, hát közeledik a nagy nap, illetve meg is érkeztünk ide, mit szólsz? Nagyon vártam, bevallom őszintén. Egész héten izgultam, rengeteg tanácsot kaptam, nagyon sok SMS érkezett, mindenféle egyéb csatornákon is kaptam tanácsokat, hogy kit válasszak, kit ne válasszak, ki érzi úgy, hogy egy hullámhosszon vagyunk, nincs meg a kémia, megvan a kémia, úgyhogy mindenki bent van még a pakliban, úgyhogy Miss Pénteket várom, igazság. Miss Péntekről, hogy... így vált, róla még nem tudunk, róla még nem így tudunk van. Semmit. Hajat vágattál, gyantáztattál. Ez az. Manikűr, pedikűr, minden megvolt. Minden megvolt, még az ördög szekerezést is gyakorlom. Na, az egy haladó. Az már egy haladó figura. Az egy haladó figura, igen, úgy mentek le majd a vacsorá, az nagyon fognak szeretni benneteket. Fogd meg a lábam, nem meg a te lábadat, csak legurultak. Lépcső lefelé lementek ördögszekébe. Jó van, készültek kérdésekkel? Egy kicsit konkrétabb kérdések, egy kicsit pajzánabb kérdésekkel? Nagyon visszafogott voltál a héten. Nem készültem, igazság szerint megint. Meglátjuk, hogy milyen lesz Miss Péntek. Jó. Hát a hangja alapján már sok mindent vizionál az ember, nem? Így van. Hát az igazság, hogy én is azt gondolom, hogy nyilván itt más benyomás nem éri az ember, csak a hang, illetve hát maga a stílus. Jó. Hogy... beszélgetünk akkor egy kicsit vele, szokásos forgatókönyv alapján zajlik majd a dolog, aztán összekötünk meneteket, utána elköszönünk tőle, beszélünk újra veled, te elmondod, hogy akkor kivel mennél, vagy visszahívjuk Miss Pénteket, vagy valakit az öt csaj közül, akit te megnevezel. Jó, hogy kivel is szeretnél elmenni, őt újra fölhívjuk, összekötünk meneteket, beszélgettek, és akkor itt lesz a vége a dolognak, oké? Okay? Rendben. Na, akkor nézzük, hogy ki Miss Péntek. Patrik, beszélünk még, köszi, maradj vonalban. Ciao. Hello. Itt van velünk Dorina. Hello Dorina, jó reggelt. Hello, fiú, sziasztok. Szia. Oh, egy vidám női hang. Ezt nagyon kedveljük. Hát igen, az. Hello. Az vagyok egyébként. Hello. Igen, hello Dori. De milyen jó hangod, azt hallgatom. Hogy ugye nekünk most nincs más, csak az, amit a fülünk kell hallunk, és az alapján nagyon kellemes a hangod. Na Dorina, hát, mesélj magadról egy kicsit. Hány éves vagy, hol laksz, mit csinálsz? Hát az ilyen uncsi részletek olyanok, hogy 27 éves vagyok, most már inkább 28. Budapesten lakom, egyedül gyakorlatilag most, és pont egy olyan életszakaszban vagyok, hogy úgy éreztem, hogy ki kéne próbálni egy ilyen vakrandit, mert hogy még nem volt rá lehetőségem, vagy nem itt rá a lélek, nem tudom. Aha, tehát, hogy nem volt elég bátorságod egy ilyenhez? De bátorságom volt, csak nem, mindig vagy párkapcsolatban voltam, vagy éppen nem jött szembe ilyen lehetőségre. Most erre nagyon felkaptam a fejem, megmondom őszintén. Igen?
De magára a játékra, vagy amikor meghallottad Patrikot, akkor döntöttél úgy, hogy na ez a pali kellhet nekem? Nem, hát magára a játékra egyébként, tehát én nem tudtam, hogy Patrik milyen, amikor jelentkeztem, de az első megszólalása után már éreztem, hogy nekem ő baromi szinti. Uh-huh. És utána jelentkeztél? Tehát még ezen a héten akkor már, hogy hallottad Patrikot? Nem, még előtte. Még előtte, aha, még bocsánat. Amikor fogalmam nem volt semmiről és senkiről. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Médiában dolgozom. Tényleg? Ismerhetünk, vagy találkoztunk már? Nem, hát egy-két találkoztunk, de akkor még nem dolgoztam ott, ahol most, de nem hiszem, hogy így ismerhettek, és annyira nem is szeretnék erről sokat elárulni, lényeg, hogy nagyon szeretem a munkámat. Jó, persze nem kell, de hogy akkor médiázol. Igen, most léptél ki, vagy mostanában egy hosszabb kapcsolatból? Nem olyan régen, igen, mondjuk így. Meddig tartott? Hát egy fél év. Ja, az fél a hosszabb év. A fél év. Úgyhogy jó, nem volt olyan hosszú, de... Az nem, azért az és nem. És ha most nem régen lépték ki, akkor elég hamar túl is tetted magad rajta, hogyha már benne vagy a patrikos kalandban, ugye? Hát az igazság, hogy eléggé megszenvedtem, de az utóbbi néhány hétben meg már úgy éreztem, hogy tök jól vagyok. Tehát ilyen gyors regenerálódáson mentem keresztül. És itt lehet az újabb gyógyír a sebekre, ugye? Pontosan. Nagyon jól látod. Oké, Dorina, fontos kérdés, hogy nézel ki? Milyen magas vagy? Milyen színű a hajad? Hány kiló vagy? Hát 177 centi vagyok, hogyha nincsen rajtam cipő, úgyhogy elég magasnak számítok. Uh-huh. A kilókat nem mérem, de 52-nél remélem nem vagyok több. Hát ez egy vékony, vékony fiatalos, vékony, filigrán nő. Uh-huh. Igen, meg elég sokat is sportolok, úgyhogy ezért teszek a dologért. Mit sportolsz? Gyúrok. Ne csináld, tényleg? De. Aha. Hát ilyen klasszikus konditermi. De ilyen crossfit jelleggel, vagy rendes súlyokkal? Igen, erősítő edzés, mondjuk így. Erősítő edzés. Aha. De nincsenek ilyen kocka állaid. Jó, meg én is kodolgolok egyébként, bocsánat. Dehogy is, dehogy. Ezért a nőiességemet nem érzem. Fia, Patrik, a fogasnak használd a csukjaizmom. Várjál, leharapom a sörös üveget. Te is lovagolsz, tényleg? Igen, én is. Már hát elég régóta. Kutyafejet. És sose vered be a fejed az élészekrémmel? Nem. De minden csaj lovagol, gyerekek. Igen, minden csaj lovagol, komolyan mondom. Hát milyen jó, hogy minden csaj lovagol. Hasznos, igen. Igen, és a lovaglások melyik? Tereplovaglás? Vagy milyen hát típusú? Hát nekem a szüleim ezzel foglalkoznak egyébként, úgyhogy ilyen szempontból adott a helyzet. És akkor tehát már gyerekkorom óta csinálom, de most rákaptam egyébként az ügetőre is, úgyhogy most éppen hajtani tanulok nagy erőkkel. Úgyhogy ez tök izgi dolog szerintem, és nagyon-nagyon szeretem. Egy sportos csaj. Mit gondolsz Patrikról? Mi a véleményed róla? Hogy ismerted meg? Hát én egy nagyon jó dumájú pasinak ismertem. Maga biztos nagyon jó a humora szerintem, ami így egyelőre lejött, és a hangja is nagyon kellemes, ami szintén nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy nekem abszolút pozitív a benyomásom róla. Uh-huh. Tehát szimpatikus. Aha, persze, teljesen. Jó, mert te inkább kalandot keresel, vagy nyitott vagy egy kapcsolatra is? Vagy hát, most te is úgy mész be, hogy ez kaland? Hát nincsenek igazából olyan nagy elvárásai. Én úgy megyek bele így most, hogy érezzük tök jól magunkat, és a többi úgy is kialakul. Tehát most a legrosszabb esetben eltöltünk ott 2-3 tök jó napot, hazajövünk, és akkor éljük tovább az életünket, de az is lehet, hogy valami egészen komoly lesz belőle. Uh-huh. Őszintén elmondanád hétfőn, hogy mi történt? Tehát te is vállalod, ugye? Persze. Hogy tehát hogy nem jó. Jó, az alap. Jó, persze. Jó van, a hétfőn majd újra telefonálunk. Oké, Dorina, akarsz még valamit mondani, mire esetleg nem kérdeztem rá, vagy fontos lehet? Nem, úgy semmi nem jut eszembe hirtelen. Jó, majd Patrik úgy is jön egy-két kérdéssel, vad dolgokkal ő mindig készül. Vad kalandokban vettél részt, de hasonló kis pajzán kérdések. Én is készültem. Te is készültél? Te. Na, én ezt bírom, amikor csajok felmérik a pasit és kérdeznek. Oké, akkor jöhet Patrik? Jöhet, hát igen. Jöhet. Oké, itt van Patrik újra. Hello, Patrik! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello, ciao. Na, akkor összeengedünk benneteket, beszélgessetek picit. Oké. Szia, Dorina! Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Azt akartam megkérdezni, hogy volt már egy éjszakás kalandod is, vagy csak hosszú kapcsolatok?
Egy éjszakás nem volt, olyan kalandom volt, hogy több éjszakás, de nem lett belőle hosszú kapcsolat. Hát igen, ilyen előfordult, nem tudom, hogy ennek mi a konkrét és pontos megnevezése, de ilyen már volt, igen. Azt hiszem, hogy wellness hétvége a konkrét megnevezése. Áha, tényleg? Na hát köszönöm. Köszönöm, hogy kisegítettél a definícióval. Na, kíváncsi vagyok arra, hogy mivel készültél, illetve, hogy szeretném egy picit meggyőzni, hogy miért téged válaszolak. Hát figyelj, akkor kezdem a meggyőzéssel. Abban, hogy biztos vagyok, hogy bármi is lesz köztünk később, ez a három nap vagy két éjszaka, ez nagyon jól fog telni. Én eléggé laza csajnak tartom magam. Emellett pedig mindenről lehet velem beszélgetni, tehát nem szokták rám azt mondani, hogy uncsi. Úgyhogy szerintem tuti, hogy jól el leszünk. És nem tudom még, mivel tudnálak meggyőzni. Mint hogy egy gyertyállásban le tud kapcsolni egy villanyt, akkor azt mondom, hogy figyelj, még nem próbáltam. Spárgázás megy, azt hiszem, hogy könnyen meggyőzhető vagyok. Figyelj, a spárgázás az régen ment. Most nem tudom, de majd kipróbálhatjuk, és lehet, hogy segítesz, akkor újra sikerülni fog. Jó, van-e valami kérdésed? Hát igen, engem most így felvetető kérdésként mondjuk az érdekelne, hogy mennyire tartod magad kezdeményező pasinak. Ezt most azért is kérdezem, mert én azt vettem észre, hogy az utóbbi időben kicsit elkényelmesedtetek, hogyha a csajozásról vagy a flörtről van szó, és hogy te mondjuk mennyire vagy ilyen szempontból bevállalós vagy férfias. Igazság szerint attól függ, mennyire vagyok motivált. Tehát ha egy olyan lányjal akadok össze, aki tényleg azt érzem, hogy lehetőség van benne, akár hosszú távon, akár pedig hát nyilván most gondolhatok egy éjszakás kalandra is, akkor abszolút tudok kezdeményező lenni, és hát nyilvánvalóan függ az elfogyasztott szívapálinka mennyiségétől is. Egyébként mi a kedvenc italod a mennyiségétől? Azt hiszem, hogy az Éva pálinkát mondhatom nyugodtan. Na, okay. Van még kérdés? Akad Dorina? Van egy, ez egy kicsit pikánsabb, de megkérdezem, hogy felmerült bennem, hogy Patrik, hogy van-e esetleg olyan extrémnek mondható helyszín, ahol még soha nem volt részed erotikus kalandban, viszont mindenképpen bakancslistás. Kettőt és könnyebbet. Az az igazság, hogy tényleg azt gondolom, hogy spontán vagyok, tehát nincsenek ilyen előre elképzelt helyek, ahol még nem próbáltam, és szívesen kipróbálnám. Ez nyilván már a koromból is adódik, hogy ezen a 20-as éveimben túl voltam, hogy az ilyen extrémebb kocsiban, nem tudom, egy házi buliban, egy próbafülkében, tehát ezeken már túl vagyok. Tehát nem tudok egy konkrét ilyen helyszín mondani, de nyilván nincsenek helyszín. Tehát az ágy az én véleményem szerint az alvásra van, úgyhogy igazából bármilyen más helyszín is. Egy ilyen röpke légyódra azt hiszem, hogy elfogadhatónak tűnik. Neked ezek szerint akkor van valami ilyen extrém vágyad, vagy olyan kívánságod, ami... még van egy olyan, ami nagyon érdekel, és még nem történt meg, ez a víz. Tehát itt gondoltunk, nem tudom, tengerre, vagy jacuzzira, vagy éppen egy kellemes hőmérsékletű medencére, nekem ez még úgy szerepel a listámon. Esetleg a hévízítóra? Fiatalok, óvatosan, meg ne fázzatok. Jól van, oké. Megtudtunk minden, Dorina, megkérdeztél minden Patriktól? Igen, úgy értem, hogy igen. Na, rátok fog állni az úszómester. Biztos. Jöjjenek, figyelünk át, Patrik! Hallottuk a Balázsékat, tudjuk ám mi vagytok itt a kovatosan. Ez ő, a klóros medret készít, valami ott készít. Oké, Dorina, jól van, akkor mindent megkérdeztél Patriktól. Igen, azt hiszem. Szeretnéd, hogy téged válasszom?
Örülne hát, neki? Hogy ne szeretném, szeretném. Hát persze. Persze. Jól van. Hát ki ne szeretné, gondolom, én. A csajok közül. Jó, ezt még megértem. Jól van. Oké, Dorina, na meglátjuk, hogy kit választ, akkor hallgass minket, mert lehet, hogy mindjárt újra hívunk. Okay. Jó? Jól van, rendítse. Oké, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Puszi, hello. Hello. Fogadjunk, Patrik, ő bejön neked kicsit. Bejön. Tudom. Én már nekem pontos képen van rólad, hogy te körülbelül milyen pali lehetsz egyébként, és hogy mi az a típus, ami neked tetszik, és mi az a típus, ami neked nem tetszik. De senkire nem akarlak rábeszélni. Oké, na. Gyorsan akkor véleményezzük Dorinát is, ahogy a többi leányzót is. Mit gondolsz elsőre? Nagyon szimpatikus, borzasztóan csinosnak gondolom, magas, vékony, nagyon dekoratív lánynak gondolom, hogyha a médiában dolgozik. Nyilván nem is véletlenül nem árult el erről a dologról többet, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen feltűnően csinos vagány lányról van szó, aki kellően extrovertált is, tehát ilyen nyitott személyiség és közvetlen, és tényleg úgy gondolom, hogy egy ilyen klassz hétvége lenne belőle, ami akár egy kalanddal, akár egy hosszabb távú kapcsolattal is. Hát én nem a tippemet, gyerekek, nem leírtam. Nekem volt egy tippem, de még nem. Nem. Jól van, Patrik. Kell egy kis idő, amíg eldöntöd, egy-két perc gondolkozol, vagy lejátszuk le a hármasugrást, és utána hívjunk vissza, abba is benne vagyok. Kapsz egy percet, kettőt, hogy átgondold, mert nekünk ma már tudnunk kell a döntést. Jó ez így? Jó, oké, rendben. Oké, a csajok várják, hogy hívjuk őket, mindenki elérhető, mindenki ott ül a telefon előtt, tehát ugye volt egy Adrink hétfőn, csicsergős hangú, volt keddünk, ugye Anita, volt szerda, Timi, aki ugye egy kicsit rámenősebb volt, csütörtök Anett, és péntek Dorina. Így jön ki akkor az öt leányzó. Adunk egy percet, lejátszuk a hármasugrást, és akkor reklám után azonnal visszahívunk, jó? Rendben, köszönöm szépen. Mindjárt hívunk. Oké, Patrik, köszi, ciao. Ciao. Hello. Az így jó, gondolja át, persze, nem? Jó, kell egy kis idő. Itt működött a kémia. Igen. Több lánynál igen. Is működött, de itt is azt éreztem, hogy úgy valami van, nem? Hát vagy lehet. Vagy valami lehet, valami, így van, de igen, valami de, lehet, így van. De nem úgy, például nem úgy mentek egymás felé, mint a hét összes többi lányával. Igen. Ugye egy picit olyan gördülékenyebb volt a dolog. Meg volt benne a rámenőség is, de nem a bedarálós típus volt. Igen, ő nem, abszolút nem. Na, játszunk egyet, és akkor utána hívjuk újra Patrikot. Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel, hello mindenkinek. Hát gyerekek, jönnek a találgatások. Dorina befutó, teljesen egyértelmű, higgyetek el, orrom van ehhez. Nyugodjatok meg. Hát persze. Mi csütörtököt viszi a hétvégére. Gyerekek, itt ülök a rádió előtt, izgatottan várom, bár csak engem minden, de erre sajnos nincs lehetőség, ennek ellenére kíváncsi vagyok, hogy kit visz. Írta nekünk Anita, egyre jobban szerelmes vagyok Patrik hangjában. Nem lehet még jelentkezni a játékra, kérdezi valaki, igen. Dorina, nekem kell. Nekem kell, Dorina. Valaki csak ennyit írtam. Igen. Akkor lettél volna ilyen nagy, amikor jelentkezni kellett volna, ugye? Igen, bizonyán. Akkor kellett volna nagy számnak vidd lenni. Vidd mi szerdát, ne hibázz, Geri küldte nekünk. A szerdai démont vidd, Patrik, legyen eszed. Patrik helyében mindegyiket vinném, a maradékot önköltséggel. De jó vagy. Azt mondja, hogy basszus, Patrik, Balázsék elküldenek egy ilyen hétvégére mázlista. Vidd a szerdai nagyhalat, és pucold meg. Írja valaki, gyerekek, ez a romantikáról szól, nem szabad félreérteni. Itt nem arról van így szó, van. Hogy csak úgy kiárusítjuk persze. Ezeket a nőket, akik egyébként önként jelentkeztek erre a játékra. Ez a romantikáról és a hétvégéről. Itt ez no sex, a no sex, ez a szerelemről. Természetesen. Arról nem beszélve, hogy a Miss Szerda, Timi valószínűleg ő pucolná meg Patrikot is. Az biztos, igen. Patrik, ne legyél puding, válasz Miss Szerdát, és pörzsölj oda rendesen. Sok sikert. Patrik, válasz a szabadságot. Jasszony, olyan gyerekek, olyanok a kérdések, mint két tinédzser. Igen, hát ez nehéz egyébként elsőre. Igen. Az ember mit kérdez? Zen, ugye? Miss Pénteket én egészen biztos, hogy elvinném, ha Patrik nem viszi, de a lányok nem eladóak, nem viszük, nem adunk ki telefonszámot, ez a dolog nem erről szól. Azt mondja, Dorina, a Pili Barna mit szól? Ezt kérdezi valaki. Szüntettek. Jani, te kit választanál az ötből? Ó, mondd, te kit választanál? Valakinek a sötétséget. Na, Jani? Most már? Most. Ja, nem. Hát meginoktam. Akkor... Meginoktál? Meginoktam. Igen. Hogy nem a papír, amit leírtunk, hanem hogy kit vinne. Te lennél, Patrik. Ha most te vagy lennék? Most Patrik. Én jó, mindenki mondhat egyet, hogy te most Patrik vagy, nem amit leírtál, hogy szerinted hogy dönt Patrik, hanem hogy te kit vinnél, ha Patrik lennél, tessék.
most már nehéz helyzetben vagyok. De mondjad! Mert Dorináig azt mondtam volna, hogy Timi. Igen? Igen, mert azt érzem, hogy ő az igazi kihívás. Uh-huh. Tehát, hogy neki megfelelni, az szerintem egy igazi férfias feladat. És te viszont szereted a kihívást. Dorina személyisége, nyitottsága, meg az, hogy laza, és lazán is áll ez az egészhez, az... Igen. Az egy picit így abba az irányba visz, hogy... A pasi temperamentuma és személyisége abszolút kijön abba, hogy kit választ. Ha megijedsz egy határozottabb nőtől, az is elárul egyfajta dolgot rólad. Ha egy gyengébb, törékenyebb fiatal lányt választasz, te mint életpasi, az is elárul a személyiségedről valamit. És ha a nagy kihívást választja, nem Zsiani, nem ilyet. Ha harc legyen, harc! Igen, ugye? Harc legyen, harc. Ő azért mi szerdára. Én ha egyedül lennék, szingli lennék, és választhatnék, szerda. Szerda? Uh-huh. Én bírom az ilyen csajokat, nekem ezen nincs bajom. Szerda. Ha nem akarsz küzdeni, és egy picit kényelmesebb, fognék egy nagy szivart, csak így átvezetném a kezem, és azt mondom, hadd szóljon is. És szerda. Oda mennél kivenni a szárból. Na ide-oda vennél. Kivenni a szárból a szivart. Ide-oda, ide mész, oda, ez is vasabi gyűrűn rajtad. Kivenni a szárból a szivart, átrakná a saját szájába, és ő dőlne hátra. Igen. Na, tessék. Lehet bizonyítani. Megyek kisgazdám. Na jó, oké, hívjuk Patrikot, jó? Gyerekek, három kiöregedett pasi fantázia. Tényleg, na Patrik! Hívjuk a Patrikot. Hívjuk Patrik a gyerekek, hát ennyi maradt nekünk, hát ennyi legalább hadd maradjon, ne? Van, álmodik a nyomor, tehát ez van. Hát most picit hagyj rinkedjük. Hello Patrik, újra, csáó, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, na. Oké, megvan a döntés? Megszületett? Még bizonytalan. Ne, ezt most nem mondott komolyan, két nő között vacilálsz? Így van, így van. Tényleg? Tényleg. Hát ha tudnánk, hogy ki az a kettő, segítenénk, de nem akarom kiszedni belőled, mert nem akarunk semmilyen irányba tolni, hogy melyiket választ. Jöttek most SMS-ek, vagy baráti tanácsok? Hogy... Ó, egyfolytában. Komolyan? Hogyne. Az az igazság, hogy nyilván így én is számba vettem a lányokat, ugye Miss Hésző volt Adri. Nekem ő egy kicsit visszafogottnak tűnt, nem annyira az a kalandozó típus, az érzésem szerint ő inkább már a nagyot keresi, és lehet, hogy egy kellemes hétvége lenne, de inkább sok beszélgetéssel és ilyen nagy hegyi túrákkal. Minden olyan, ami nem érdekel, igen. Anita... Amire majd rájössz 70 évesen. Beszélgetés, hegyi túra, kirándulás, minden, amit rólad tudunk, igen. Különben is rossz időt mondanak szakadó. Ja, igen. Anita nekem egy picit olyan hatalmas elvárásokkal érkezne, és igazából vele éreztem... Fodrász, ugye? Így van. Bajáról, és vele kapcsolatban azt érzem, vagy olyan érzésem volt, hogy sosem látnám többet. Tehát a hétvége után sosem találkoznánk többet. Amitől nyilván nagyon megzuhannál. Te érzi olyan lelkizős típus vagy. Oké, Timi? Timi, ugye azt hiszem, őt nem kell bemutatni. Igen, egy félország. Úgy érzem, a félország neki drukkol, nyilván ez a férfiak zöme, ugye 183 centiméter. Anett nagyon szimpatikus volt, tényleg azt gondolom, hogy egy örök barátság lehetne köztünk, és... Na, most már kerestem, ami ez a hajó elúszott, amit távolban egy fehér vitorla. Amit a nő nem akar hallani, örök barátság lehetne kettőnk között, igen, egyikünk pasi sem. Jól van, ő volt kalandágyban jelentkezett, és ő volt, így van, 35 éves, igen. Így van. Pénzügyi koordinátor, igen. És hát akkor Dorina, mint a Miss Péntek, mint a mai nap jelöltje, egy nagyon izgalmas, érdekes lánynak ígérkezik, borzasztó csinosnak, tehát feladta a leckét. Tehát, bekavart, mi? Nem, titok, Timi és Dorina között van csinálni. Ki között? Timi és Dorina. Uh-huh. Na! Tehát mi szerda és mi szépen. Mi szerda! Fölkötöttük a gatyát, tényleg? Mi van? Komolyan? Hát, pedig amikor beszéltél vele, nagyon ott meg nagyon úgy tűnt, hogy egy kicsit megrettentél, így van. Tehát egy két teljesen más típusú nő közül választasz, egy fiatalabb, kicsit törékenyebb csaj, és egy igazán rámenős, nagyszájú, vagány, nem azt mondom, hogy bevállalós, de hogy egy nagyon az a közgazdás csajszi között, aki kicsit idősebb, érettebb, 32 éves, tehát egyáltalán öreg, szókimondó, és nagyon laza, nagy szájú bevállalós csajszi között. Tehát a két csaj más egyébként. Teljesen más, igen. Abszolút, így van. Igen. Azt gondolom, hogy tényleg, ahogy itt az SMS-eket is olvastátok, hogy tényleg egy kimi, egy nagy kihívás, és egy ilyen
igazi nagy fába vágnám a fejszémet vele, valószínűleg Dorinával meg egy nagyon kellemes klassz hétvége lenne. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy azokat a szempontokat mérlegelni kell. Most mondhatnám azt is, hogy mekkora az autó, amit adtok a hétvégére. Befértek, csomaggal együtt. 183 perci a Timivel, tehát nem mehetek kicsi autóval érte. Igen, Timi egy mutatós, mert nagyon magas, igen. Na, mondj nekünk egy nevet, mert még hívnunk kell, és még össze kell benneteket kötni. Tehát akkor kivel mennél hétvégézni? Kit hívjunk, ki legyen? Dorina! Befutó! Péntek! Miss péntekünk a befutó. Jó, hívjuk is Dorinát akkor egyből. És akkor Adri, Anita, Timi. Anett, csajok, nektek köszönjük szépen. Ők most ott ülnek a telefon mellett egyébként, és várták, hogy az ő nevüket mondd ki. Ha valóban hezitáltál, vagy csak azért mondtad, hogy hezitálsz a legerősebb és a legbájosabb hangú csaj között, hogy ne tűnjél? Ne ítéljenek el nagyon. Valóban Timi opció volt? Vagy ezt csak bemondtad? Valóban. Nem, abszolút. Igen? Abszolút benne volt. Így van. Ne volt. Jól van. Itt van Dorina újra. Hello Dorina, jó reggel. Hát jó reggelt ismét, sziasztok. Hello. Hát én nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan újra beszélünk. Na, mit szólsz? Része. Hát meglepődtem, meg az az igazság, de nagyon örülök neki. Úgyhogy hát izgulok, megmondom őszintén. Izgulsz? Be vagy már csomagolva? Nem, de hát ez nem tart sokáig. Persze, bedob az ember egy gatyát, néhány bugyit, egy fürdőruhát, és aztán meg is vagy tulajdonképpen. Ennyi, fontos. Na, beszéljétek meg akkor a részleteket, hol találkoztok, nagyjából ki megy kiért. Jó, rendben. Oké, hagyunk még egy kicsit benneteket beszélgetni. Oké, köszönöm szépen. Na, akkor hello Dorina, köszönöm szépen. Végül is akkor téged választottalak, feladtad a legkét, bevallom őszintén. Mondtad, hogy budapesti vagy. Igen, annyi a dolog, hogy nekem ma még muszáj dolgoznom, úgyhogy nem tudom, hogy te mikor terveztél indulást. Hát ez nyilván tőled is függ, úgyhogy meddig dolgozol? Hát olyan nem is tudom, olyan négyig kb. Uh-huh. Jó, fél négykor nem enged el a főnököd? De azt mondom, hogy megbeszélhető, viszont az a bibi, hogy még nem vagyok összepakolva. Akkor úgy látom, hogy egy bankkártyát vinnünk kell magunkkal, hogy tudjunk túlhelyezni. Igazi úr! Nagy szájú! Jó duma volt! Érted, bébe, kicsi, lesz nálai bankkártyát. Jó, tehát akkor Patrik, te elmész valamikor délután Dorináért, ugye? Legyen így? Legyen így, természetesen. Nem csak Fehérvárig megy. Igen, tavaly jelöltünket megpróbált alkudozni. Jól van. Igen, arra emlékszem. Ha elmész érte, hazamentek Dorinához, Dorina összepakol és indultok tovább. Így van. És én udvariasan a kocsiban megvárom. De rendes vagy, hát te rendes vagy. Jól van, oké, na, akkor érezzétek magatokat nagyon jól. Hát oké, igyekszünk, szerintem meg lesz. Én szerintem ez a dolog működni fog, és akkor hétfőn újra beszélünk majd 9 óra után. Jó, oké, beszámolunk mindenről. Hogy milyen volt, mulassatok jól. Patrik, akkor te vedd fel az autót, amit tőlünk kapsz, hogy megbeszéljük adáson kívül a részleteket, hogy tudod, és akkor elmentek az autóval. Minden mással együtt. Jó? Jó, nagyon szépen köszönjük. Oké. Na, jó mulatás nektek két végre. Patrik, maradj még egy kicsit. Szia, Dorina, ciao. Hello. Ciao. Na, jól van. Hát akkor jó mulatás neked is, Patrik. Köszönöm szépen. Mi úgy tippeltünk, legalábbis az én tippem az volt, hogy keddet. Miss keddet viszed. Te is keddet írtad, Jani? Hát én ugye, én nem, én szerdát. Szerdát? Aztán most meginoktam. Meginoktunk. Igen, itt már éreztem, hogy működik a dolog egyébként, úgyhogy. Én azt gondoltam. Miért gondoltátok keddet? Nem tudom. Bárhát, hogy többit kizártuk is azért. Mm-hmm. Így visszagondolva számomra nála volt a legkisebb eset. Tényleg? Igen? Tényleg. Ott olyan, mintha működött volna. Hát én meg szerdára gondoltam, azt mondtam, hát ez a srác 10 évig kickboxolt, ez tökös srác, ez biztos, hogy bevett. Hát mindegy. Jó, de te azóta többször is gondoltál, mi szerdára. Patrik, jó mulatás nektek. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Egy közös fotót felrakhatunk rólatok a Facebookra, hogy néztek ki? Természetesen. Te is az autó? Te is az X-el, amit kapjál. Te is Opel. Jó, de meg aztán majd, ha csináltok magatokról közös képet lent, akkor azt meg hétfőn feltesszük. Csak hogy hallgatok is kíváncsiak tényleg a párra, akik ugye hát most elmennek együtt hétvégézni. Jó, csak léci, ne fürdőruhás, jacuzzi és virágszirmos kép legyen, amilyeneket szoknunk látni a képes magazinokban. De én azt bírom,
gyertya, legyen benne rúzsaszírom, és üljetek nyakig habban egy jacuzziban. Az jó, az menő, tök jó. Csak akkor ne látsz, hogy a fürdőruha pántja léci. Patrik, köszi, jó mulatást, hétfőn beszélünk, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Aztán tessék már rendesen viselkedni. Nem ígérek semmit. Na, jó van. Aztán meglegyen hétfőn az angol spárga. Így, így. Már nekem. Ciao, hello, hello. Ciao, sziasztok. Hello. Hello. Nem, mi lesz, nem vitte el szerdát, nem vitte el is szerdát. Szerintetek meddig jutnak? Én szerintem mindennél tovább. Tehát, hogy minden benne lesz, aminek benne kell lennie ebben a hétvégében. Működött kettőjük között a dolog. Aki hát, sokat fog melózni, az a szobapincé. Nincs valami, igen. Eltitkolt dolog, egy letagadott bibircsók, vagy bármit. Ja, tudod, egy olyan dolog, amiről nem kaptunk fényképet, ki tudja. Ki tudja, azért itt még lehetnek eltitkolt dolgok. És nézd, Dorina, ez itt a harmadik Melbimbo. Na, meglátjuk. Jó kaland ez, jó kaland ez, kíváncsi vagyok. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.